Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a tisztelt képviselőtestület tagjait, képviselőhölgyet, képviselőurakat, intézmények vezetőit, munkatársainkat, civil szervezetek képviselőit. Megállapítottam a napira, illetve a jelenléti alapján, hogy határozatképes a képviselőtestület. Molnár István érezte, hogy egy picit, egy fél órát késik. Alapvetően a mai napirend 10 napirendi pontból áll. Első napirendi pontban a Idősek Klubja tájékoztatója, Gyergyeimestől. Második napirendi pontban a Védővő Szolgálat tájékoztatója, Mocsári Sándornő védőnőtől. Harmadik napirendi pontban beszámoló a Diófai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014 tevékenységéről, előterjesztő Kabai Lajos a Egyesület parancsnoka. Negyedik napirendi pontban tájékoztató a Sport Egyesület tevékenységéről itt Ferenc István, urat kérjük majd meg a tájékoztatóra. Ötödik napirendi pontban a Sport Egyesület és Diósjenő Község önkormányzata közötti szerződés, előterjesztő jómagam. Hatodik napirendi pontban Diósjenő Idősek Klubja alapító okiratának módosítása. Hetedik napirendi pontban szemétszállításról szóban lesz előterjesztés. 8. napirendi pontban augusztus 20-án ünnepség születi felvonulás előkészítése, itt Szabó Béla elnök úr. 9. napirendi pontban szerződéskötés előkészítése, ez zárt ülésen lesz a Vitesz épületével kapcsolatban. 10. napirendi pontban egyebek. Itt kérdezem meg tisztelt képviselőtársaimat, egyebek napirendi pontban, ha valakinek megtárgyalni valója. Én nekem ennek. Elsőnek a értéktárlás a Diósjenőtől kapcsolatosan ennek. Egy javaslat, illetve egy kérés. A második lenne a családi házattól történő nyesedék elszállítását. Tehát mielőtt szerintem beszéljük meg, hogy kifelé is tudjon menni az információ. Illetve a két egyházi gyermektámogatásnak a jövő évi esetleges támogatását szeretném, hogyha megbeszélni. És ennyi az én részemben. Köszönöm. Más valakinek? Jó. Akkor kérdezem a tisztelt képviselőtestület tagjait, ezekkel a kiegészítőket, illetve nem, még tájékoztatom a tisztelt képviselőtestület tagjait, hogy nekem is lesz egyebekben megtárgyalom, illetve tájékoztató. Megtárgyalom, kiküldtem e-mailen a szociális szervezetekről megalakításáról szóló tájékoztatót, ebben egy cég segíti majd az önkormányzatot, ha és amennyiben igénybe kívánja venni, erről kéne egy pár szót beszélnünk, illetve a diós települések leutazunk, Diós települések találkozójára utazunk hétvégén, és itt ezzel kapcsolatban majd lesz egy kérésem. Diósföldre utazunk, de Gyenes Diás polgármesterének a kérését kívánom tolmácsolni majd a képviselőtestület felé. Jól megfogalmaztam. Jó, tehát aki ezekkel a kiegészítésekkel... Még bocsánat, hogy a testvér települések pályázatára szeretném tájékoztatni, akkor a fúzók megjelentől azt tegyük még be a Moszkinak. Tehát aki ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja a mai napirendi pontnak, azt kérem kartványosan jelezze. Megállapítom, hogy a jelenlő képviselők egyhangulag elfogadták a mai napirendi pontokat. Akkor rátérünk az első napirendi pontra. Idősek klubjának beszámolója mindenki írásban megkapta. Kérdezem a tisztelt képviselőtestület tagjait, van-e valakinek kérdése a Téli Ágneshez? Ezzel kapcsolatban. Jó. Ágnes, neked van-e valami, amit még szóban kiegészítenél? Nekem a kérdésem nincsen. Nem voltunk ilyen képviselőt átadom, hogy mikor tudják birtokolni az újat. Elvileg hétfőn, de engedjenek meg nekem egy nagy olasztást, elfelejtettem külön köszönteni Szabó Ágnes asszony. Ő lesz majd az intézmény vezetője, ugye társuláson keresztül kívánjuk ellátni ezt a feladatot.
nagyon megköszönöm, hogy eljött most erre a mai testület ülésre, és egyben fel is kérem, hogy néhány szóban akkor tájékoztassa a képviselőtestületet a jövőbeni működéssel kapcsolatos elképzeléseit. Én is tisztelettel köszöntöm képviselő asszony, képviselő urakat, polgármester urat, jelenlévőket. Több alkalommal egyeztettünk polgármester urral, jegyzőasszonyjal, illetve a elkülönböző gondozóval a továbbiakkal kapcsolatban. Én röviden szeretnék most néhány gondolatot mondani arról, hogy hogyan és miként képzelem én el az intézmény működtetését. Először is szeretném azt mondani, hogy elismerésem azoknak, akik átadásra elkészítették ezt az intézményt. Szakmailag, tehát szakmai szempontok alapján is megfelel az idős ellátásra. Én szeretném, ha ez az intézmény a település életébe szervesen tudna bekapcsolódni. Egyrészt nyitottá szeretném tenni, tehát a rendezvényeket, a programokat úgy szervezni, hogy nyitott legyen, ugyanakkor mégiscsak egy jól körülhatárolt és védett közeget biztosítani azoknak az időseknek, akik a gondozást igénybe veszik. És akkor az első és egyik legfontosabb feladatunk, amit mai napon már az Ágival részletesen meg is beszéltünk, hogy megkeresni mindazokat a személyeket, akik bevonhatók ebbe az intézményi ellátásba. Egészségügyi állapotuk megengedi, hogy jöjjenek, részt vegyenek, valamint érdeklődnek, szeretnének bekapcsolódni, viszont ehhez programokat kell biztosítanunk. Tehát az kevés, hogy jöhetnek és ott lehetnek, hanem naponta azon túl, ami eddig is volt, hogy a névnapok megünneplése, meg az érkezés biztosítása, olvasás, tévénézés, azon túl naponta olyan programokat szervezni, ami, ha nem is mindenkinek az érdeklődését, de azért csak a érdeklődését felkelti. Én csak néhány dolgot említenék meg ezek közül, amiről már a közeljövőben, aminek a közeljövőben a megszervezését szeretnénk is megejteni. Én nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az egészségmegtartó programokra. Tehát mindazokra a szűrővizsgálatoktól elkezdve az előadásokig, csak itt nagyon egy-két dolgot kiemelve, akár védőnői tájékoztatók, elsősegélynyújtás, gyógyászati segédeszközök beszerzésének a lehetőség, és természetesen mindezt szeretném végigvinni. Tehát van egy szűrővizsgálat, aki szült eseteket továbbvinni, időpontok kérésével aztán. Amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy a hagyományok őrzés. Én tudom, hogy nagyon sok civil szervezet van itt a településen is, akik ezzel is foglalkozik. A másik jelentős feladatunk az, hogy felkutatni, megkeresni, összeírni mindazokat, akik bevonhatók az intézmény életébe, tudják segíteni az intézményt. Én nem csak pénzbeli dolgokra gondolok, akár egy előadásra, akár egy bemutatóra, akár azzal, hogy valamit átadnak, valamit tovább viszünk, és akkor a intézmény kereteiben ezt tovább tudjuk adni iskolák felé, óvoda felé. Tehát mindenféleképpen egy nagyon széles körű kapcsolattartást, különböző kézimunka foglalkozások, nem nagy dolgokra gondolok én, csodálatos kosarakat lehet fonni újságpapírból, lehet készíteni. Tehát olyanokra, amelyek nem nagyon sok, nem kerülnek sokba, de érdekesek, maradandót alkotnak, ajándékba adhatjuk. Aztán szeretném azt is, hogyha mindazokkal föl tudnánk venni és élővé tenni a kapcsolatot a nyugdíjas klub. Úgy tudom, hogy itt Idiós Jelen van egy nagyon jól működő nyugdíjas klub, az ő bevonásuk közös programokkal is
és minden olyan ötletre, javaslatra nyitott vagyok, ami megvalósítható, sőt kérem is mindebben a segítségüket, támogatásukat. Jegyzőasszonnyal beszéltünk, hogy az intézmény átadása itt a finanszírozás miatt ugye korábban január 1-ben célszerű, mert akkor nem csak a kiegészítő normatívától esne el az intézmény, hanem még az alapnormatíva is veszélybe kerülne, és ennek a beadása a tulajdonképpen még augusztus hónapban elkezdődik, és ehhez viszont szükség van majd olyan testületi határozatra, amelyben ezt a testület kimondja, hogy az intézmény működtetése akkor a Magyarországi Közös Szociális Szolgáltató Társulás keretein belül történik. Megbeszéltük azt is, hogy hétfői nappal én is itt leszek, ott kezdjük a hétfői napot már, és onnantól kezdve igyekszünk minél többször jönni, úgy összeállítani a mi programunkat is, hogy több időt tudjak itt tölteni. Én szeretném elmondani, és ez teljesen publikus, a telefonszámomat, ez a 30-as 871-92-56, tehát bárki ezen kereshet tájékoztatót, és tudok adni az intézményről, illetve szeretnék, majd hétfőre hozok is egy olyan nyomtatott tájékoztatót, ami az intézmény működéséről szól, és ezt is lehet adni. Aztán én még egy fontos dologba kérném a testület állásfoglalását, hogy marad továbbra is ingyenes az ellátás, vagy valamikortól gondolkodik a testület abban, hogy térítési díjat kelljen fizetni, mert nyilván ezt nekünk már most a megszólításnál be kell iktatnom, tehát nem lehet az, hogy én azt mondom, hogy ingyenes, és akkor két hónap múlva megtartjuk való, hogy mégsem, vagy nem én, hanem nyilván a testület. Ez a 2016-os tervezéshez kell, ugye? Igen, de azt már nekünk most mondani kell, hogy ha nem is fontos összegeket, de az igen, hogy ezeket a lehetőségeket tudjuk kínálni, és hogy mi az, amit esetleg a későbbiekben mire számíthatnak. És akkor én részletes programtervet fogok majd összeállítani, nyilván Ági segítségével ezt kértem is, hogy kezdje el. Ebben én gondolok olyanra is, ha és amennyiben igény lesz rá, hogy lehet akár fodrásszal felvenni a kapcsolatot, lehet masszővel, nyilván ezek fizetősek, tehát ezek nem ingyenes szolgáltatások, de ezeket is meg tudjuk szervezni intézményi keretek belül. Hát a természetes az számomra, hogy a dokumentációt az intézmény működtetéséhez szükséges mindenféle szabályzatnak és egyébnek az elkészítése az az én feladatom, és minden olyan, ami a testületnek kell jóvá helyen, ezt természetesen időben fogom a testületnek beadni. Nagyon szívesen minden kérdésre. Még egy dologra, Ágival most úgy beszéltük meg, hogy nagyon korai nyitásra nincs igény, tehát egy 7.30-tól 15.30-ig lesz nyitva az intézmény. Ezzel lehet változtatni, attól függően, hogy akik az intézménybe gondozottként jönnek, milyen igényekkel jönnek, mit szeretnének, lehet minden ilyenben változtatni.
komposztitás érdekében, tehát úgy minden ezt most is az a napirált étkezést építetni. Természetesen az étkezés az egy fizetős szolgáltatás, a most érvényben lévő térítési díj ellenében megy tovább az étkezés. Jó, van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor én még egy olyan erőt szeretnék elmondani, mert jelenő napon ugye elhangzott, hogy papíron már nyert a településünk egy 9 személyes kis buszt, és nyilván ugye ezt is be lehet majd kapcsolni az intézmény életébe, mint ahogy a település életébe is. Biztos vagyok benne, nagyon sok feladatot fog majd ellátni, vagy legalábbis kéne, hogy ellásson, hogy aztán mennyire lesz kapacitás, azt majd meglátjuk, de nagyon remélem, hogy egy olyan fajta plusz szolgáltatást tudunk majd nyújtani ezáltal a kis busz által, amihez eddig még nem voltak hozzászokva, és ezt igénybe vehetünk. Úgyhogy papíron már megvan, mikor lesz, azt még egyelőre nem tudjuk. Én azt szeretném mondani, én annak nagyon örülök, hogy a programon között fog szerepelni, illetve a feladatok között fog szerepelni az, hogy felkutatják azokat az embereket, akiket várnak oda, akik ténylegesen kell, hogy ott legyenek. És ez hát bizony, biztos vagyok benne, hogy magas szám. Tehát nem olyan kevés az ember, aki oda fog járni. Másik pedig, hogy én már előre is szeretnék kérni valami szíveséget. A képviselőtestület megbízott engem, hogy egy újságcikket írjak az ÖNO megnyitásáról, szereplét, hogy hogyan fog, milyen feladatai lesznek. Úgyhogy én ezt megköszönném, hogyha össze tudnánk ülni egy alkalommal is. Nagyon szívesen. Köszönöm. A telefonon bármikor hétfőn is jövök ki, tehát már hétfőn is beszélhetünk erről. Jó. Igen, a mindig is sokat az időt. Azért a hétfőn én 7:30 leszek, hát akkor a mítunk is. Én csak azt akarom felajánlani Ágiban, hogy mivel a kulturális bizottságról akár többször is bejöhet, esetleg is egy programszervezésről van szó, hogy egyre segítsünk, tehát ebben nagyon szívesen gyere bármikor, keresd meg engem, és akkor ugye az idős otthoni múltamból adódóan még a kapcsolatok révén bármit ezzel felmutattam kérjé felénk tudom segíteni. Tehát úgy tudjuk sokkal interaktívabbá tenni, hogyha ezt az időfejünket, és akkor a programok, tehát nagyon színes, nagyon változatos, az időseknek megfelel, egyre többen fogjuk látogatni, ez jóval nagyon fenntartónak, jó a délusen egy önkormányzatnak, nem tudják azt mondani, hogy nincs kihasználva a busz, tehát arra rá szervezni, tehát kultúrás életben maga a bizottság tárgyalókkal már egy gyerek, amit tudunk úgy is mindig megpróbáljuk beszélni. Semmi idejüket nem szeretném rabolni, csak elmondani azt, hogy nagyon rosszik a vagy augusztustól működik a szolgáltatás, és hát egyre jobb hangulatú együttlétek vannak. Nem teljes ki, aztán 15 kérőhelyes, jelenleg 14 a gondozott, de ritka az, amikor nincs 6-8 ember, és nem fél óra, és nincs étkezés, tehát nem enni, csak azért jön meg be. De nagyon-nagyon sokféle programot szerveztünk már, meg szeretnénk minél színesebbé tenni a programokat, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség egy település életében, hogy van egy ilyen intézmény, és ezt mindenféleképpen ki kell használni, és nekünk kell a kliensek felé menni, és nem megvárni, amíg véletlenül valaki betéved. Én mindenkit hívok, jöjjön, nézze meg, tájékozódjon, és bármi olyan dolgot, olyan programot, olyan szolgáltatást, ami nem ellenkezik nyilván a adott intézménynek az SNS-ével szakmai programjával, én ebben nyitott vagyok. És szeretném én is mondani, hogy bármikor, hogyha testületi ülés, bizottságülés, én nagyon szívesen jövök, és akkor szívesen részt veszek tájékoztatni, és megtájékozódni is. És köszönöm előre is mindenkinek a segítségét. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőtestület tagjait, van-e valakinek még kérdése? Nincs, amennyiben nincs kérdés, akkor szavazásra teszem, de a kérdést elfogadja a beszámolót a képviselőtestület, amennyiben igen kérdés, akkor is jelezik. Köszönöm. Ágnes, nagyon szépen köszönöm a szóval, hogy
kiegészítést, és hát én hétfőtől kívánok nagyon jó munkát nektek, mindannyiótoknak, és bízom benne, hogy valóban ez az intézmény eléri azt a célt, hogy egyre több olyan időskorú vesz igénybe ezt a szolgáltatást, aki megérett arra, hogy itt igénybe vegye, illetve azok is, akik nem csak időskorúak, de ezt a kört, vagy ebbe a körbe tartoznak, akik ezt igénybe vehetik. Én nagyon remélem, hogy itt tényleg jól fog működni minden. És hát ugye még el kell mondani hozzá, hogy ezzel együtt egy feladatot is kapott az önkormányzat, mert a régi épületnek meg viszont funkciót kell majd találni. Úgyhogy még ez egy közös feladata lesz az önkormányzatnak. De bízom benne, hogy ezt is meg fogjuk oldani közösen. Jó, köszönöm szépen, akkor rátérünk a második napirendi pontra. A pénzügyi szolgálat tájékoztatója. Ezt is szintén mindenki írásban megkapta. Átolvashatta, kérdezem a tisztelt képviselőtestület tagjait, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Te írtak a kapcsolatban? Nagyon tudom, akkor most ide akarodott egy pályázatöltet, ugye? Igen. A védőnő és a gyermek. Ugye, mert ott is lehet őt Esetleg a ANTS vizsgálat az időben, tehát van valami konkrétum? Azt tudom mondani, mikor volt. Másfél hónappal ezelőtt. Hát ez nekünk rendszeres. Ezt utólag szokták megkapni, hogy ide kerül a sor. Mondom, hogy ne létezett olyan, amiben azt megbeszéltük, szóval de állásfoglalások? Még az elétezett meg. Mindig visszafoglalás, hogy miről esett szó, illetve ez szakirányú, előreegyeztetett célellenőrzés volt. És hát ha elolvastátok, akkor láttátok. Nem csak azért jó, hogy csak elhelyezett, ugye meg ha megjön az állásfoglalás, tehát a véleményezés, akkor arra van ugye 15 napos és abban megadják a határidőt, hogy mennyi idő van. Illetve ott azt azért tudni kell, hogy jelen észrevételre az önkormányzat másképp nem is tud reagálni, mert ugye mondjuk egy akadálymentesítés az nem 2 forint, sajnos, mert ugye pont Balla úr mondta el, hogy a józan parasztész azt követelné meg, hogy igen, fából építünk egy dobogót, fel tud menni rajta a mozgáskorlátot, stb. Nem, építünk több millió forintért, körülbelül az épületet, te vagy egy fél centivel is alacsonyabb legyen a tőrészöge annak a rámpának, amit fel tudnak, hogy teljesen mindegy, de beadtuk pályázatra, tehát folyamatban. Tehát az a része folyamatban, hogy beadtuk, hogy nyerünk-e, az már viszont majd a jövő zenére meglátjuk. Bízunk benne, hogy egyszer igen. Még nekem lenne kérés, akkor itt van, hogy a hallásvizsgáló készülék szerintem szakmai jobban tudjátok azt, tehát a többi civil szervezetnél is működik, hogy esetleg egy opciót földobnátok, hogy mégis mi az, merre, hova körülbelül. Úgy feladom, hogy az eddigi elavult, amit még jelenleg jó fiát használunk, de a 2 évesek, 3 évesek vizsgálatára ez a készülék nem alkalmas, viszont akkor vagy az van, hogy a gyanús esetük, tehát nem hagyatkozhatok, tehát a szubjektivitásomra ennek objektív eredményének kell lenni. A gyanús eseteket fülorvégészetre irányítom minden egyes alkalommal. De mivel ez kötelező feladat lesz, azért ti jobban tudjátok szakmailag megítélni. Most még boldogulok azzal a 4-5 éveseknél, mert hát ez mindig függ a gyerekről természetesen. Ugye mivel mi sikerés nagyon sokkal országos intézmény vagyunk, nekünk több ilyen szervezettel tartjuk a kapcsolatot. Ebben én azt mondom, hogy megéri beszélgetés, hogy ezt hogyan tudjuk megbeszélni. Mert körülbelül tehát mi országos szinten mert nem mindegy a beszerzés, típus, aztán a jövőben, hogy akkor ne a legdrágább. Igen, konkrétan keresítve van, hogy most elírtam bele. Adományvonalakat is be kell húzni hátra. És ami kimaradt, ugye, mert a ményakszülő mintaprogram, de nagyon jó tudtok segíteni azzal, hogy propagáljátok, szórolnak, stb. Úgyhogy ebből én nagyon szívesen, ezt nem tudom két szóvalival kérdészíteni, hogy a 25-65 éves hölgyek kapnak véleszóló behívót, ANTS,
akik három éven belül nem voltak vizsgálaton, személyes levél megkeresés útján és a védőnőhöz. Senkit nem lehet erőszakkal, aki jön, jelentkezik, nagyon örülök, mert eddig még nem kellett kilincselni. Már egy becsülön összekütött az erőszakot. Szerintem. Most vagyok ott mondom. Kilincselnek, jönnek, aki pedig azt mondja, hogy mégsem engem szeretne, egy picit meg van mozgatva, és hoz nekem akkor friss leletet, úgyhogy ez is sikerélmény. És ehhez viszont itten elfelejtettem, hogy kimaradt. Szerintem a fejlesztés, ugye, jól mondja, hogy a... Nem ülős rá, itt az Zoli bácsi, tehát. Akár a honlapra, nem tudom, hogy... Nagyon nagyon szépen megkérjük, akár szerint. Hogy minél több, hogy legyetek szívesek segíteni. Igen, ez most van egy és a másik dolog, hogy én ott szeretnék egy állólámpát, mert kaptunk ehhez ugyan egy fejlámpát, de azzal mindent lehet csinálni, azon kívül, ami a funkció lenne, hogy lássunk is valamit a vizsgálatnál. És nem kellene nekem ebből a legdrágább, hanem az, hogy a funkciónak megfelelő legyen. Nézegettem árakat. 150 ezer és 300 ezer között. Mi? És hogyha ebben a lámpában gondoltam, hogy hát ez egy nőgyógyászati vizsgáló lámpa, amiből nem kellett a legjobb. Ha már is szóba került az eszköz, akkor lehet, hogy ebben is tudnál nekem segíteni. Igazából van, tehát van egy nagyon jó beszállítónk, tehát aki... Használt is, jó, csak működjön. Így van, tehát ebből is tud segíteni, tehát mi most épp a EKG gépet szeretnénk vásárolni. Azt gondolom, hogy én adom telefonszámot, nekem nagyon fontos. Egyéb eszközt biztosítottak, tehát jó ideig nem kell egyéb... Hát szerintem minden megintetődésre. Így van, hogy legyen, hogy ezt lehet. Az igényeket megkérjük, és a ez a két dolog, aztán a személyzeti WC, azt hiszem belenyújtam, hogy ezt kifogásolták. Hát most ez, én akkor is védőnő voltam, amikor tervezték az épületet, tehát ezzel nem igazán tudok egyedül mit kezdeni, azon kívül, hogy fertőtlenítek mindenki. Internet kapcsolatot csak a múlva legyen, tehát most tudod rá azt képtelen. Mármint? Hát, hogy az internet kapcsolat, tehát, hogy előjött számítógép kapacitás. Hát, ma volt éppen az internetes szakember, és hát kérte a türelmet nagy nehezen, tehát úgy körülbelül 5-szor annyi időt vesz igénybe egy adatfeltétel, mint egy modernet éppen. Többet esetleg már egy kérdés? Harmadik napi rendi pontban beszámoló bírósági önkéntes fizikai egyesület tervezett a rendőr tevékenységéről, szintén megkapta a képviselőtestület írásban. Kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e valakinek kérdése parancsnoki felé ezzel kapcsolatban? Én csak dicsérni tudom, tehát nálam most volt a katasztrófa védelem a háromnapos helyszíni bejárásra, és még mindig évek óta, most már 6. évben azt hallom, hogy nem volt a tűz, hanem a Lajos végig megoldják. Tehát én azt mondom, hogy ez mindent elmond, úgyhogy én maximálisan csak támogatni tudom, hogy a borzás, nem tudom, hogy hogyan áll a csapat, hogy van elég tagja, mert ugye ez mindig kérdés. Elég tagja van. Elvist. Tehát sokan vagyunk, mégis kevesen. Mégis kevesen, igen. De én további jó munkát szeretnék kívánni. Ahhoz, hogy én is ugyanúgy csatlakozom, de azért megkérdezem, hogy mennyi az éves költségvetés, mint az autóegyesület évi költségvetés. Látod, hogy ez maradt, vagy nem, én figyeltem fel rá. Nem, azt nem figyeltél fel rá, mert valóban nincsen benne. A költségvetés az úgy lagódik össze, hogy a támogatást kapunk az önkormányzattól, ha kapunk, azt amúgy csak nem jelentni, hogy erre az évre megszavazókból még egy projekt nem láttunk, és most már 7. hónap vége van. Tehát ha ennél a pénzünk, akkor visszakérdezik én is, hogy miből tankolnánk. A tavalyi évből elmaradt egy negyed év, tehát hogy nem tudom megszavazni, mert akkor, hogyha én számolok rá, hogy ezt a pénzt megkapjuk, akkor úgy tervezek. De nem tervezek inkább.
A másik pedig, hogy a költségvetés, ami van, a nagyobb része, az egy önkormányzati tulajdon az épület. A nagy fecskendő, a fecskendő sem kormányzati tulajdon, tehát egyedül a kis elődülök VKH, mivel az egyesület nevén, mivel azt az egyesület vásárolta, tehát a mindenünkre is került mindjárt a vásárlásra. És a költségek, amik az épületen vannak, tehát ez, tehát mindig el is mondjuk, hogy a fő támogatom az önkormányzat, mert annak a energiai költségét, tehát a fűtésével kell fűteni, mert ott a riasztható állandóan, tehát abban van víz, tehát nem fagyhat, de fűtés van, villany van benne, tehát ezt a költséget is tudom, és ezt én nem tudom, mert a számlákat az önkormányzat kapja, tehát én ezt nem látok így vele. A üzemanyagot pedig, hát ezt mindig elmondjuk a közgyűlési beszámolón, hát ezt most fejből nem mondom, mennyi a telefonköltség, a üzemanyagköltség, ezt most nem mondom meg fejből, mert ott nincs nálam a papírt, hogy megkaptál. Abban benne vagyok a pénzügyi beszámolóban. De így mondom, hogy épület, tehát a fűtése van, víz, költsége van, villany, a műszaki vizsgáztatás, tehát azt a helyik az önkormányzat. A munkarovédő, hát ez az úgy a költsége, most ez fájtott volt, tehát ami ott érték van, az mind. És sikerült pályázatokat is nyitni? Hát majd még egy pályázatot elmondok, hanem ezt kérdés, amit én el akarok mondani. Jó. Mire gondoltál előbbet, Tamás? Vagy? Tudom, hogy beszéltünk róla, de a többiek is előbbet. Hát igen, azt akartam elmondani még hogy végül is azt, hogy azért ugye 15 éve vagyok, mint parancsnok most már, tehát elég régóta vagyok ügyeletes, hogy úgy mondjam, mert én kellettek egy órakor, hajnal 3-kor, bármikor. Egy ilyen kétszer a tobodához, mert beliasztatjuk első egy órán pedig kétszer megyek fel, aztán keresem, hogy ki tudtak nyitni meg ilyenek, tehát ez most már sok, kezd sokan ezeken. Meg hát mindenhol ott vagyok, tehát ugye én mint alap voltam ezért tulajdonképpen, és ez most már is sok lenni, mert hát összerakultál ezek a sok dolgok, amin úgy gondoltam, hogy fogok én is most már majd lépni, változtatni. A betont azért, mert ugye azt elmondhatom, hogy több mint 10 millió forint van ott írtiba. Tehát ugye egy zsup volt, amikor én átvettem. Ugye a zsup az nincs, most van egy fecskendő, amit teljesen jogosan kaptunk, vettünk meg az önkormányzat. Meg van egy erdőtűzös, amit ugye vettünk. Annak a felszerelése úgy van, hogy ez mint pályázat útján. Annak az érték, azt összeadtam direkt, tehát azt most jó után megültem, ezért meg fél egyig a távolozókkal voltam, locsolani a két autóval voltam, de magasztam. 10 millió 55 ezer pár száz forint érték, amit nyertünk. Ez mind a lesz követ. Az önkormányzati épület, amikor átvettük, az olyan volt, hogy ebben még a víz sem volt vezető, ott volt egy közülvízmű iroda, amikor gyorsan vezették a vizet. A központi vizet, csak arra senki nem gondolt, hogy legalább oda bevezessük. Nem oda vezetve. Ez megint a pályázat útja. Ki szokta írni a pályázatot? Hát eddig mindig a Lajóval. De ugye köszönt, tavaly meghalt, tehát ugye a József 35 évig volt egyesület elnöke. Tettem is a pályázatokat, most már a Zsuzsika, tehát Zsuzsika is kritika segített. Ugye ezt is általában, hogy az elnök van, akkor ketten én tudtam volna. Hát ugye, amikor a polgármesterről átadtak a vele, és írtunk, mert sokáig nem lehetett, mert ilyen rendszer jött, hogy polgármester nem lehet egyesületi elnök. Én napig nem értem, tehát ezek sokszor rakódnak ahhoz, hogy nekem magasak ezek a dolgok, hogy nem értem, hogy valaki most előkaparászott egy 7 éves törvény, mert 7 éve van ez, csak most valamit már fogban most elővették, és mindenki ugrál az országos egyesületeknél, hogy aki ahol polgármester elnök, ott gyorsan keressünk helyette valakit, mert különben nem tudunk pályázni az egyedi pályázatot. Nem értem, hogy miért nem lehet. Holott az első úgy gondolom, hogy egy egyesület egy községbe, ha valami gondja van, ki ezt tud először fordulni a polgármesterhez. Jó, csak a polgármesternek nagyon sok dolga van, tehát... Nem, nem az a kérdés, hogy most sok dolga van, de a kérdés az, hogy... Ez a legnagyobb kérdés. Nem, hogy is minden, sok helyen polgármester volt az egyesület elnöke, hanem hogy miért gondolják úgy, hogy ő még félhetetlen. Hát azért gondolom, hogy Lajos, én döntéshozó vagyok abban, hogy az egyesületet támogatjuk, és nyilván elhagyottsággal
ez teljes joggal mondják. Elolvastam én is ezt a törvényt, leírnak, de amit mi hozunk törvényt, tehát ha valami nem érezzeg, azt meg is lehetne változtatni. Ennyi, ennyi. De amit mondtam, hogy hova fordul egy egyesület, tehát ki az első, aki ezt tud fordulni. Nem fönt a UKF-ok. Ennyi. És visszatérve, hogy az épület, hogy milyen volt, arra, tehát ahhoz, hogy a vállalat megöltészünk, arra már többet költöttem, nagyon sokat költöttem. Mert ugye hallottam már a villanyfeletújt a szertárban. A padozat teljesen úgy benne. A mellette levő épületre van szigetelve. Tehát szóval jó gazdok szemével fiatal, hogy ez az érték, amit önkormányzat ér, ez többet ér, mint amit ért. És akkor én nem tudom elérni, hogy előtt a télen havat potrom, akkor a hólapán nevelje szét valamimet, már olyan rosszakatom előtte. Tehát ez nem állott be itt nekünk, nem fogyok föl a víz, én mindig fogyok, el legyen megzárva. Hát ezért. Tehát végülis a szertár előtti beton, akkor egy cserényel vagy a rájövítás. Különösen környezet eltöltött. Ezt csak azért mondom. De. Ezt csak azért mondom, hát ugye, mert máshova megment egy pár millió, de most senkit nem akarok. Hát te reméltőleg, akkor most több beton készítő erőműjátókkal, azt nem tudjuk. Jó, azért nem is pályáztam meg, mert ez itt ilyen erre viszont volt pályázat. Most lehetett elvizétre, kintitér betonra, de direkt azért akartam bele, és azt mondom, hogy polgármester útnak, hogy másra pályázunk, amit kell, mert azt akkor meg kell megcsinálni ebben. Ha meg nem lehet, akkor valami, aztán olyan lesz, ami ellen. De nekünk a halat takarítani kell, mert ki akarunk állni, és ez a fosságot. Autóval fordulnak meg, akkor utána nem biztos, hogy kibírom nyitni a bajkot, mert egy szinten az. Tehát azért ott ennek a lehetett. Mert nehezebb ezek a minden is, hogyha ott fogyog le így. Ebbe, tehát én is mondom, hogy tehát amit ott, igen, hogy jól emlékezem, 10 millió utat, nem lehet el fogni. Amit pályázatot tennyeztünk oda. Ha van kérdés, van az örök népen, most már akkor kérdeztetek is. Pár dolgot el is mondtam, amit írtam kérdéseket. Én annyit, hagyd majd, tehát nem kérdődöm, annyit szeretném mondani, hogy számomra azért megtiszteltetés volt az is, hogy én elnöke lehettem ennek a Tűzoltó Egyesületnek egy három évig, közel három évig. Sajnál, hogy Józsi bácsival az történt, ami történt. Minden esetre azt tudom, hogy Zsuzsika ugye beadta azt a Viszmajor pályázatot, amikor szétszakadt az épület, és ezt sikerült hál' Istennek helyreállítani, tehát elnyerte, plusz egy 5 milliós pályázatot, ami eszközbeszerzésre sikerült fordítani. Én azt gondolom, hogy és ez biztos, hogy nagy, legnagyobb fájdalma Lajosnak az, amit együtt tapasztalt, és ő sokkal rosszabbul éli meg ezeket a dolgokat, hogy egy közel 40 fős létszámnál nagyon nehéz mára már kiállítani egy mongolos létszámot. Tehát van létszám, de az, aki aktívan részt tud venni ebben a mentésben, ez egyre kevesebb. Itt a képviselő, illetve a polgármesteri hivatal dolgozói közül négyen vagyunk olyanok, akik elvégeztük a 40 órás tanfolyamot. Tehát ha végül is nagyon-nagyon élesre fordul a helyzet, tudunk vinni három hölgyet, két férfi, öten vagyunk most, mert a súlyjal az ugye elvégezte, tehát mi magunk ki tudjuk adni a magát a létszámot, de ezzel nem biztos, hogy a Lajos úgy van kisegítve, hogy kéne. Szerintem nagyon nagy szemléletváltozáson kéne átmenni, nem csak Diósjelő lakosságán, szerintem Magyarországon nagyon sok tekintetben, mert már más országokban az önkéntesség az egy büszkeségre ad alkalmat. Büszkék arra, hogy felvehetnek egy olyan egyenruhát, ami a település érdekében egyfajta egyesületi részvételre jogosítja őket fel. Nagyon szívesen áldozzák fel szabadidejüket, vagy akár adományokkal is segítik. Persze természetesen ugye mindig nyugatra gondolunk, hogy ott másképp mennek a dolgok. Nem lehet összehasonlítani anyagi tekintetben, nem lehet összehasonlítani ezeket a dolgokat, de szerintem a lelkiekben, illetve abban, hogy én a településemért akarok tenni, ezt már elmondtuk százszor a polgárőrségnél. Itt is jelentkezik ez a dolog, és nagyon nehéz a fiatalokat arra rávenni,
akár iskolás korban is már, hogy vegyetek részt, vagy érdeklődjetek ez iránt a tevékenység iránt. Sok oka van ennek. Minden esetre én csak köszönni tudom. Nagyon sajnálom, hogy jogszabály tiltotta meg azt, hogy egy polgármester egyesületi elnökként tevékenykedjen, de viszont érthető. Tehát azt gondolom, hogy ezzel vita nincs. És ahogy tudom, egyébként is ugyanúgy fogom tovább. Tehát az egyesületi tagságról én nem mondtam le, ugyanúgy fogom tovább segíteni. Jó, máshogy látjuk, persze. Mint máshogy látjuk, egyesületek, mint beszélgetünk, tehát nyilván máshogy látjuk. Ez egyesület foglalkozik. Sedén mondom, hogy nem most tenni törvény, ezt most valaki meg előkaparta. Ugyanúgy minden sisárdiket előkapartak, mint 2008-as. És valaki előtte van most a látjuk lenni, tehát ennyi. Mindig Lajos ez van. Jó, nem, semmi, hát csak... Van elnöke az egyesületnek, elnök asszonya. Kérdezhetek meg? Most is még van fejlesztésünk, mert ugye a Herzliches gépjármű az megint csak egy üres autó volt, ami most már fel van szerelve, és most még mindig a többiadók majd belekerült, tehát mindig előre fele nézünk, és csak fejlesztőnek fejlődünk. Minden ilyen szükségek úrvi. Úgy ment az, hogy épp aki fut? Úgyhogy már alkatrészt úgy van, amikor úgy kell legyártatnom, mert nem tudom, hogy tehát nincs, hát ez most praktikus. Tehát ha nem jönne, nem fogsz kapni, a Nógrádért például mondott alkatrészt, kiavították legutóbb most. Tehát előbb-utóbb megzöldjük, meghal, és akkor ennyi. Mert és kér... Műszaki gépegébeszerzés? Erre? Van pályázat ki, vagy szerintem ilyen kis egyesületek nem fognak, nagyon nehezen tudnak hozzájutni. Az a baj, hogy nem ugyan kikapályázat, mint a polgárőrségen volt, hogy újat vehetsz, mint ahogy újat nem is tudtunk, nem is úgy is. Tehát mert pedig lehet, hogy 5 millió is értem a... Most azt is ugye 400 ezer volt, amit adtak rá, amíg 400 ezer inkább át csoportosítottunk, elhagytunk egy akkoválkítól a padotatot. Csak amiben senki nem hitt, hogy azt mondja, hogy szeretne a hiányzó rész. De miért nem tudnak nekik is lehet vásárolni, de nem újat. Hát Mercedes meg most mondjam azt, hogy 80 milliót, meg 110 millió egy csökkentőben. Jó, felszerelve, tehát akkor sem tudod megvenni. Másod meg azt, hogy hogy tartod fenn. Tehát a fenntartása megint. Másik az, hogy megint a szerállás már nem felelne meg, mert lehet, hogy nem férne be. Tehát a IFA is nem mindenki tudod beleállni, tehát van, aki nem melegszik, mert el a két tükröt becentíz, hogy beszél. Tehát effektíve a hóhidása különösör, akkor még a Balázs átalakítása is. Igen. Hát én nem is gondolkoztam, hogy megemelni a födémet. Igen, erről szó volt. Én nekem volt a fekteteim, tehát én előre gondolkodtam, mi az akartam köztesre lehet is, de most már belefáradtam, fel a felső kalapra. Sok állapodító akadály van nagyon. Hát ugye azért volt erre már egy-két példa az országban, hogy külföldről felvették a kapcsolatot, és ezeket úgy adományítások jelölt a sor. A Pest-környék egyesületeknél így működik, csak az mindig ilyen sváb falu, és az ott más. Tehát most gondoltak, ott nem, hogy hát ott fecskendők, eladják a fecskendőt. Tehát ők már úgy állnak, hogy 2 éves eladták. Hogy eladták? Miből vette a munkát? Egy rendes, mindenki öltöny volt. A parancsokat, hogy miből vettél ezt, azt tudom, hogy egy illetően, hogy te adtuk az egyik szert. Úgy sem adok, egyesületek megpróbálnak, szeretném, hogy megeladni, köszönöm, sok volt. Hát, tehát most ugye most is volt egy táborok, a parokján vannak is azok voltak, amik valamelyiknak meglátogatni a szertárat, hogy akkor sok voltunk mozosak, és akkor aztán ülőjek, és ott is egy kis rác csalog, hogy milyen szerek vannak, és akkor így mutatta. Mondom, hát több, de nem jutott a sertet, mert azt mondja, hogy nem kell sabalni. Hát jó, kapcsolom, hogy így az mondott, és már császterületről. Én is ebben beizéltem, egyszer úgy nézett, hogy talán úgy gyárból sikerül. Tehát azt szakadni. Amit hova jártam, tehát ugye most megfeneklet már. Az már arról szól ez az érzés kapcsolom, mert szól, hogy ha sikerül, akkor el lehet menni egy irányból is. Mert valóban ezek a testvérénk egyesületek is onnan. Tehát nincs svárt település is. Egész más. Ezt körülbeszerzést nem tudnátok a munkába segíteni, mert soha nem lehet tudni, hogy kinek milyen kapcsolata van, tehát egy picit konkrétabbá tennétek? Tehát most én nem fogom felismerni a vágás biztosítat, de nehogy Isten úgy az, amit akkor be tudok segíteni. Én tudom, csak mondom, nézzetek utána, és akkor csináljátok már olyan listát, hogy körülbelül mi azt. Tehát most ott oké, és beírod, hogy emelő, de tudod, most másfél ton, másfél olajemelőre gondolsz. Tehát nem tudjuk, hogy mi be tudunk besegíteni.
énekünk, vagy mi? Miért nem? Tehát szerintem azért vagy. Most nem, de nem értem. Mindegy. Jó, mindegy, akkor olyan sem megbeszéljük. Aztán már van nekünk, tehát most mi akarsz beszélni? Eszközbeszerzés ott van. Karosszériavítás, emelő, akkumulátor. Ezek voltak a tanulói költségek. De meg is vannak ezek? Persze. Persze, nem tudom, hogy a választ az egyszer leszünk be. Mire pálda? Mit tudtunk beszélni? Most egy eszközbeszerzésről dölt, hogy utána nem tudom. Több mindegy, jó, ennyi, akkor meg tegye, mennyi volt a kérdés, és semmi, mondjuk, oké. Igen, az egyesületen belül a közülésen belül biztos, hogy mindenki értében. Jó, oké. De jó, megkérdezted, most már tudod. Minden, de jó szívesen. Nem, de most már tudod. Jó. Tehát, hogy felsoráljuk a közülésen azt, hogy a pályázat, Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők. Elnézést azért ezzel előzetesen nem történt a megküldése, hogy a beszámolónak, mert ezt nem értem, mert nem végig tudtam elkészíteni. De tulajdonképpen itt megengedik akkor felolvasni. Nem hosszú, tehát egy csak. A sportöltöző felújításának elmélet és gyakorlati munkálatainak kezdete lényegében arra a tapasztalatpontra datálható, amikor is az egyes korábbi és egyes jelenlegi képviselő tiszteletdíj alapja részünkre megnyílt, így saját döntésük alapján, átérezve a lokális sport, illetve tömegsport közösség alapító és formáló szerepét, mintegy 3 millió forintot biztosítottak részünkre, hogy a használhatatlanná vált és elhanyagolt sportöltöző felújítási munkálatait elkezdhessük. Tettek ezt közösen azért is, hogy biosan ne indulhasson az a jótékonytartás, amely alapján az emberek a sportáltól közelebb kerüljenek egymáshoz, számítassanak egymásra és kötődjenek a lakóhelyükhöz. Itt jöttem úgy gondolom elején úgy hiszem, hogy a teljesség igényével az egyesület, a sportolók és a falu nevében is köszönettel adózhatunk Hegedűs Józsefnek, Karocsai Attilának, Székely József Edénnek, Kivászném Mars Évának, és tulajdonképpen magamat nem említem, de én is ide tartoztam ebben a csoportban. Most konkrétan az elvégzett munkálatok és tevékenységekkel kapcsolatban alapos megfontolás és igazságügyi intézés utánajárást követően az egyesület elnöksége az alábbi pontok megtartásával végzi, illetve végezte a felújítás ütemezését. Gyakorlatilag egy 6 pontot említenék, hogy ezt úgymond kronológikus sorrendet tételez. Gyakorlatilag az első a nyilászárók teljes cseréje, a második épületépészeti elemek teljes cseréje, itt ezen ugye a víz, a fűtés és a zuhanyzók gépészeti részei, a harmadik pontban elektromos hálózat teljes cseréje, a negyedik belső falburkolatok, járólapok cseréje, zuhanyzók komplet vízszigetelése, az ezzel kapcsolatos és belső kőműves munkálatok. Ötödik külső burkolat felújítása, külső és belső festés, és utoljára, de utolsó sorban tetőszerkezet javítása, egy új tetőburkolat készítetése, illetve ennek a újításnak az elvégzése. Gyakorlatilag az ütemezés befolyásolta, hogy az elképzelések megvalósítása nem történhetett volna meg építési engedélyeztetési eljárás nélkül. Az öltözőre vonatkozó jogerős építési engedély 2015. április 22-e kiadású, így csak ezt követően kezdődhetett meg az érvényi munkálatok. Mivel az egyesület csak a társasági adóról és osztalékadóról szól, 1996 évi 81-es törvény alapján tud gazdasági társaságoktól pályázati fejlesztési forrásokat elérni, így a Magyar Labdarúgó Szövetség által nyitváló pályázati határidőre erre, ugye, amiről beszélek, a felújítási munkálatokra, 2015. június 30-ával lezárult. Nos, itt az előbb felsorolt pontok alapján
Az ütemezés tulajdonképpen első, második, harmadik pontja az elkészült. A negyedik pont, hogy ez a belső munkálatok, tehát itt ugye a belső falburpartok, járólapok cserék, zónzók, komplet visszigetelése, könyves munkálatok jelenleg 30%-os készültségi fokban vannak. Gyakorlatilag az utolsó két pontot nem tudtuk megvalósítani az első fázisban, ugye itt a külső burkolatilag a kettőnek a cseréje vagy a javítása. A mai nappal bezárólag az építési munkálatok ebben a stádióban tartanak, illetve itt készültek el. Valamennyi munkálat a pályázat feltétele szigorú betartása mellett valósult meg. Viszont örömmel számolhatok be arról a tényről, hogy az utolsó két pont, ami eddig kimaradt, ugye a külső burkolat és tetőjavítás, ezt gyakorlatilag egy második fázisban tudjuk megvalósítani, tekintettel arra, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a felújításra vonatkozó pályázatunk határidejét egy évvel fogja meghosszabbítani, így az öltözőn végzett munkálatokat szeptember hónaptól folytatni tudjuk, a teljes felújítási, a jelenlegi pályázati elszámolást követően. Néhány szóban a beruházások állásáról. A tervezetek alapján az öltöző felújításának 2015. június 30-ával kellett volna befejeződni, mint ahogy említettem. Az Egyesület vezetősége májusi elnökség ülésén ettől eltérően egy második építési fázisról döntött, annál az egyszerű oknál fogva, hogy amennyiben az épület teljes mértékben növelett határidővel elkészül, finanszírozási okok miatt kockára tettük volna az utánpótlás csapatunk működését, hiszen teljes mértékben kimérítettük volna anyagi kereteinket. Így pedig semmilyen más lehetőséget, pályázatot kihasználni nem tudtunk volna, illetve részünkre nem ítéltek volna meg, hogy gyakorlatilag ez a lőrészt feltételezik, tehát hogy ezt a lőrészt teljes mértékben felhasználtuk volna. Így az önerő meghagyása új helyzetet tud teremteni a lehetőségek és a társasági adó támogatásának teljes mértékű kihasználására. A következő alkalommal erre részletesen kitérek, melyet figyelembe véve valósan biztosításra kerül az Egyesület működése. Hozzájárult meg a határidő csúszásához az a tény is, hogy a társasági adó lehívásának szabályai folyó évtől összetettebbé váltak, mely röviden annyit tételez, hogy a tavalyi évhez viszonyítva hosszabb időre nyúlik a támogatás Egyesülethez való érkezése, melyet előre sajnos nem lehetett tervezni. Az öltöző szeptember hónapra már használhatóvá válik, de reményünk szerint a teljes felújítás ebben az évben fog befejeződni. A jelenlegi tető, ugye miután nyilván később fog cserére kerülni, de lényegében kijavításra került, így ennek kapcsán a beázások egyelőre nem veszélyeztetik a belső tereket. Egy mondatban utalnék arra, hogy ebből a felhasznált 3 millió forintból hogyan volt ugye, a pályázati teljes összeg biztosítása, amit ebből az öltözőre költöttünk. Tehát ebből a képviselői alapból mintegy 1,2 millió forintot használtunk fel. A megmaradt 1,8 millió forintból, úgy amit említettem, hogy tartalékot képezünk, de a további felújítást és működtetést kívánjuk finanszírozni. Az Egyesület helyzetével kapcsolatban, ugye ez is egy része a beszámolónak. Az Egyesület életében kétféle pályáztatási formulát tudunk jelenleg kihasználni, ezek nevezetesen ugye tárgyi eszköz beszerzése, illetve utánpótlás nevelése. Ugye ez az a két jelentős tárgykör, amire ugye pályázati úton is tudunk. Lényegében a társasági adókedvezménnyel kapcsolatban, hát lényegében valóban pénzt konkrétan a nemi oldalt szerezni. Megemlíteném élő pályázatainkat, amit a mondani való elején is említettem, hogy azzal, hogy június 30-án bezárult a pályázat, tehát az önmény az öltöző réteg gyakorlatilag a nagy pályára is vonatkoznak, de ugye most tervezőnek az öltözőre van felhasználva. Ez hosszabbítással kerül, ez tulajdonképpen még egy 2013-14-es tárgyi eszközre vonatkozó pályázati kiírás volt, ennek elég komoly összege volt,
Ez egy közel 25,5 millió forintos pályázat. Gyakorlatilag ennyi lett jóvá hagyva. Ebből jelenleg, ahol az épületre per pillanat költséget állítottunk ki, illetve a építési, felújítási folyamatok, amennyibe kerültek, az 4.175.428 forint. Tehát jelenleg az épületben ennyi pénz van, amit ugye újítás kapcsán fektettünk. Ennek a pályázati intenzitása, illetve támogatási intenzitása mintegy 70%-os volt, és említem, hogy ez hosszabbításra kerül, amire nagyon jó lehetőségünk van, úgy nagyon jó szerencsénk, mert úgy néz ki, hogy Magyar Labdarúgó Szövetség ezeket a pályázatokat, amit szeptemberben tudunk csak meg, tehát mint értesítést, hosszabbítani fogja. Tehát magyarul, vagy ahogy ez a június 30-án ugye lezárult, úgy van az előbb említett első fázis, ami megkezdik a másodikat, ahogy ezek a lehetető az MLS, ezt erről bennünket értesít, de ugye utána ismét társasági adót értek ennek a kedvezményét kell gyűjtenünk, és ugye azt pedig az előbbi törvénybeli idézésével gyakorlatilag megindít az ideje, tehát már nem olyan könnyedén megy annak a maga a megítélése, igen, csak a lehívása. Tehát az, a NAV ugye most már nem közvetlen a támogatott egyesület hívhatja le, hanem a NAV kapja, tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal, onnan ugye külön megküldik, és ez mind-mind határidő, tehát, olyan, tehát ez hetekben érdekő idők. Tehát, és ez így mindig tolódik, gyakorlatilag ez is belejátszott abban a dologban, hogy ebből a hat fázisból, vagy például a hat ütemezési pontból jelenleg ugye a négy, illetve négyes fél van készen. Ez, amit előbb említettem, hogy a nagy összegű támogatás a tárgyi eszközre vonatkozott, viszont van utánpótlásban is élő pályázatunk, ez már 2014-2015-ös évadra szól. Ez akár az edzői pályavonnak bérekre, sportfelszerelésre, sporteszközökre, személyszállításra, edzőtáborra, pályavéleti bérre és más egyébre lehet használni. Ennek igen előnyös a támogatási intenzitás, amely lényegében 90%-os, hogy így közül módszorban a jövő 10%-ban kell biztosítani. De mivel ugye ez is ugye folyó évben ugye lejár, ezt hosszabbítása fog ugyancsak így kerülni. Tehát gyakorlatilag az élő, tehát ami kihasználható és működő pályázatunk, ez a kettő van. Viszont a jövő évadra is, tehát 2015-16-ra ugyanígy tárgyi eszköz és utánpótlás jogcímen ugye elbírálás alatt van két adott pályázatunk. Ugyanígy tárgyi eszközben itt szekrények, gyepsz előztető hálókra vonatkozó, az utánpótlási rész pedig ugye sport, ugyancsak beszerzésekre, sporteszközökre, szállítás pályavérletre egyértelmű, gyakorlatilag, hogyha megerőlegezők mondanak ezt a másik két pályázat pozitív elbírálás, hogy gyakorlatilag négy élő pályázaton fog jelen pillanatban értőleket rövidben belül működni. Ami természetesen hozzátartozik ezeknek ez a pályázati részekhez, hogy ugye a legfrissebb pályázati beszerzésünk, ugye ez egy holland típusú defibrillátor készülék, mert ez tisztelt képviselő testület jelentősen még támogatást nyújtott. Ez úgy tartalmányi hoztatán is a tisztelt képviselő testület, aki a készülék érkezése jövő héten várható. Erről természetesen írásos értesítést fogunk adni, és majd szeretnénk felkérni, hogy addig gondolkodjanak azon, mert ugye erre egy kiképzett, illetve egy képzett, tehát a készülékhez értő és ezt használni tudó személy fog oktatást tartani, és erről szeretnénk, hogy ugye hát az önkormányzattól értőleg, hát pontosabban, ugye nyilván szóval. Én nem tudom, hogy nem fogok szerintem ide éveszteni, de a lényeg mondok meg is az a lényeg, hogy tehát egy kiképzett személy kell, hogy kezelje, gyakorlatilag ez egy, hogy mondjam, tehát elmondja, tehát magyarul, tehát magyar nyelven is elmondja a készülék használatot, de azért mindig is csak jobb, hogyha már így valaki ezt a gyakorlatban is
másfélszer próbáltam, másfélszer. És ugye ez mellett természetesen valamennyi gyorsanő civil szervezetet tudunk felkérni, úgymond képviselőket, akik ugyanúgy az oktatásnak előtt tudnak lenni. Egyértelmű is, hogy ezt követően oktatást követően, hogy bármilyen rendezvény, eseményen mindent tudják a rendelkezésre tudják. Tényleg külön köszönöm Szabó képviselő úrnak, hogy azt a később szóba kerülő karbantartási egyébként feladatokra segítséget, ahol mert talán ez még most nem fog jelentkezni, mert és ahogy a tényleg az akkumulátor az, ami gondozást, kezelést igényel, de ez körülbelül 3-4 év múlva fog jelentkezni, de hát addig is ennyit köszönjük a lehetőséget. Gyakorlatilag a beszámolom következtetése pedig az, hogy az öltöző felújítása a lehetőségekhez mérten tervezetten halad. Annak megőrzése mellett, hogy az utánpótlás nevelést is jó szinten tudjuk fenntartani. A szeptember hónapban helyben megnevezésre kerülő Bozsi programban szereplő bajnokság idejére, mint ahogy meg korábban említettem, az öltöző a gyerekek részére már használhatóvá válik, tehát tulajdonképpen most is használható már, de ugye bent belül még vannak ugye ilyen visszajavítási munkálatok, tehát itt már a mosdót, bár a szamiteret az öltöző végéből ugyanígy nem, tehát ugye korábban aki bárki használhatta, ott most még csempézés fog folyni, de ugyanúgy a fűtés és az zuhanyzók is meghasználhatók melegvízzel együtt, tehát tulajdonképpen elég jó szinten az első felújítási ütem is. Az önkormányzati és társadalmi közösség, illetve személyes és anyagi támogatások továbbra is meghatározó szüksége van az egyesületnek, melynek biztosítását ezúttal is megköszönöm a tisztelt testületnek. Mondok egy többet arra, hogy tevékeny segítséget mutattak, ugye például a kisgimával is, ugye a szállításokat, a csempedetfejezéssel, anyagszállításokról, amelyek éppen szóba kerültek. Körülbelül ennyiben tudnám így röviden összefoglalni, ezt természetesen átadom a Jensző asszonynak, de számolt itt konkrétan meg vannak az előbb említett pályázati útjét, tehát nem is költség alapok ezek, hanem lenyomható a támogatási összeget. Megtisztelő figyelmüket köszönöm, és egyben kérem tisztelt képviselőtestületet beszámolni a fogadásával. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdező a tisztelt képviselő tagjait, van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Csak egyetlen, hogy ahogy említettél, szeptembertől újabb lehetőség. Tehát ez nagy öröm, mert ugye ezen a szurfalatokat meghosszabbítsák a TAO-t, tehát az megújtás folyamatot. Hát akkor itt, ha jól tudom, akkor ugye egyes segítőtámogató emberek szándékában jelentkező TAO-pénkeket le tudjuk akkor hívni. Tehát mi ugye évvégi elszámoló cégekről van szó, és ott az az összegekből tudnátok a második fázist felugrani majd. Ez pontosan tehát ugye, ahogy előre említettem, szeptember közöttek, akkor egy bozsitájuk tudtok kívülni. Én szeretnék, hogy megtérve a gyerekek tudják használni benne. De most is lehet, de azért még nem az az állapot. Tehát akkor végre hozzá megtettek a bozsit program? Nem teljesen. A lényeg, hogy egy bajnokság lesz itt megrendezve, és de ott már a épület használható. Reményeink szerint ebben az évben befejeződik a teljes felújítás, tehát addig a... Igen, ez a tanulmány hívás, ez most már sem nem egy egyszerű. Igen, ezt akartam kérdezni, de előtt akkor mondjam el még azt, hogy én nagyon-nagyon vagyok ragadtatától a beszámolótól, hogy mennyire logikusan felépített, és mennyire átlátható. Tényleg nagyon szép. Ez a társasági adó, ez régóta izgat mindenkit, tulajdonképpen tudjuk, hiszen az egyesületeket is, mert minket is izgat, olyan szempontból izgat, hogy biztos, hogy le tudjuk-e hozni időben, biztos, hogy ott leszünk-e akkor, amikor ott kell lenni, hogy most kell lehozni. Tehát tudtok-e valami konkrétumot ezzel kapcsolatban? Hogy kell lehozni a társasági? Lobby. Meg van ez már, hogy egy kell lehozni? Hát tulajdonképpen van nekem egy egyszerű folyamat, amit szívesen elmondok, mert röviden, tehát gyakorlatilag olyan jellegű
a gazdasági társaságokat, szervezeteket kell megkeresni, aki éppenségre az adójából, tehát mint társasági adójából hajlandóságot mutat arra, hogy bárkinek. És fogadja be, hogy az MLS-nek? Nem. A társasági adót, ezt hova teszi? Nem, ez a NAV-nak. Ez két irány. Ezt a NAV-nak kell, amennyiben ugye lehetőség merül fel, és a NAV fogja a többit rendezni. Ezért vele tartjuk a könyvelő is, ezeknek úgy kell könyvelni, hogy minden betű megfeleljen a dolgoknak, mert egyébként visszatartja a NAV, mint bárki. És általában ennek az a természete, hogy a cégek nyilvánvalóan év vége felé tudják inkább azt biztosítani, hogy akkor inkább tudom támogatni. Évközben nagyon ritka az, hogy legfeljebb olyan, hogy negyedéves, féléves adózók, de ők sem tudják még a teljes mérleget, hogy nyilván az évben vagy évre vonatkozóan. Kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire lesz ügyesek itt közöntérben. Hát próbálkozunk. Hát ugye ez tulajdonképpen az a oldala a dolgoknak, hogy ott ahol ugye működik. Az MLS pedig ugye Magyar Adószövetség olyan pályázatokat írt, amiből ilyen jellegűleg nekünk van egy saját értékünk, az az önrész. És említem a pályázatot, nem mindig megszabják, hogy mennyi a támogatás összeg, és az mennyi a pályázatokat nálad egyesületnél? Változó, hát van a Olmos Ádám. Tehát ti magatok írjátok, ezt abban kérdeznek? Hát teljesen, igen. Nem akarom azt mondani, hogy azt hallottam a faluban, hanem inkább azt mondom, hogy olyan információim vannak, illetve kérdezik, hogy miért nincs biósnak olyan foci. Ezt kérdezték tőlem. Én továbbadom, mert hát te vagy az illetékes elfelel. A foci van szerintem több száz, tehát a futball vannak. Jelenleg egy sport, és jöttem, ami gyakorlatilag nem feltétlenül a futballban egyértelmű irányú. Nagyon nekünk van azt, hogy teniszírőtől egy júlóra vonatkozó bejegyzésünk is, hogy egyesült életben, de nyilván a futball az elsődleges. Hát, hogy miért nincs, egyrészt azért, mert elég sok oldalú dolog, amiért nincsen, mert hát nyilván anyagi támogatás véget, mert nagyon-nagyon sokba kerül. Tehát maga az nekünk, akik éppen futballoznak, az utánpótlás csapat, ugye náluk lehet, hogy a legjobb mert pertinamat, illetve kiírtunk pályázati részeket, közel, nem is tudom, talán 1 millió vagy 1,5 millió forint az éves fenntartása. Tehát ez gyakorlatilag a sportolosi és a szállítás, tehát úgy, hogy a bajnokságokon van a részvétel, tehát nagyon nagy költsége van. Most az úgy, ha nem is nézetesen, de úgy az ifjúnél és a felnőtt csapatnál ugyanúgy meg, de majd az úgy rá, tehát nagyon sok pénzt kell hozzá, és ez nyilván támogatók kellene, hát ez másodban. Ez a nehezebb oldala, vagy talán a művek is egy falsúlyosabb, hogy viszont akik fociznának, tehát effektivel, akiket, tehát mint személyek, őket viszont úgy kell vadászni. Tehát elég nehézkes, illetve ugyanakkor régebben ez működött, mert egy sportoló érdék van, hogy nem tud helyben sportolni, de mégis szívesen sportolja azt az ágazatot, amit éppen végez. Diós erről is például az ifiknek a fele az elmen másodát futballozni. Éppen ennek okán is, hogy nincsen csapat. Hát a felnőtt csapatot, hát azt ismét nehezebb, tehát ott is vannak kéne, de ott nyilván az emberek azok már családosok, egyet a felnőttek, ott is nehezebb már. Tehát inkább az ifikre lehetne komolyabban számítani, akik még gyorsanő alapnak, vagy éppen sikre gyorsanőre szívesen visszajárnának. De ezt annélkül tudod, hogy nincs például infrastruktúrális helyzet, tehát elég rossz, arra nem fognak itt senki. Tehát most ő nem fog futballozni, utána nem tud betűnni. Most tényleg egy ember és egyszerű kérdés, tehát nem tud lefussolni, nincsen, nem tudom. Tehát ha éppenséggel más településen, vagy bárhol, akár az ország másik végében is bajnokságban, és úgy, hogy egyszer beindul a lényegű gép, akkor oda menni kell, csak pénz, és akkor jön finanszírozás. Hát azért ezzel nem várható mindenkitől.
Tehát kb. Ezek között mozog ez a dolog. Nekünk mindenképpen feltett szándékunk, hogy ugye magasabb osztályokért idősebbek is, tehát mert csak a óvisokért a kis iskolásokhoz hízzanak, de ezt még gyúrni kell egy kicsit. Nem bonyolult a kérdése, csak egy olyan finanszírozási oldalon ez a még erős és mondos. Lelkesedése nincsen valami. De hát mondja, jó kiállású figyelk van. Nem is értem. Nem volt elősnyire keresni a már csak tudja, hogy most mondtam, hogy vadásznak az emberekre. Tehát én sem szeretném oda elmenni, ahol ők meg rám. Ma már egy válogatott futbolista azt mondta, ez egy nagyon jó mondás, és szerintem az igaz is a magyar futballra, hogy a fiatalok már hajukat tudják, hogy zsenézni, mint Ronaldo. A bal részt már tudják hajtani, mint Antoine, csak az, hogy a két egyenlőset nem bírunk a labdához. Szerintem, ha már sportolni nem akarnak a fiatalok, akkor nekünk meg kell érteni azt, hogy tűzoltónak megyünk. De ott is mozogni kell, az a baj. Ott nincs internet, nincs Facebook. Meg akkor megkérdez, hogy mennyit fizetek neki, hogyha ő eljön. Megmondja, hogy eljön, de tanfolyamra nem megy. 40 óra sat, hogy nem lehet kész tűzoltásban. Ennyi. István, egy kérdésem van nekem. Elhangzottak itt ugye pályázatok, eszközbeszerzés, stb. Pályafelújítás, nagy pályafelújítási pályázat. Igen. Ez hogy áll valahogy? Van-e valamihez kötve? Ez fog a meghosszabbítása most történni. Ugye az építettetőnek az úgy volt annó kiírva, hogy költöző is pálya. Ez együtt. Ez volt az előbb említett 25 millió, 100 000-es pályázatban, ahol 4,1 milliót kihasználva. Tehát amennyire az öltöző, nyilván az van homlokférben, az öltöző, amennyiben azt nagyon remélem, hogy évvégig sikerül felújítani, akkor jön a nagy pálya. De nyilván ugye annak a nem is tudom, hogy Gordudvarába tartozik, hogy a tavot ugye hogyan tudunk nekitől. Arra van-e fontos információt, ugye, mert hát a plecska, akkor én is folytatom a plecskának a szabályterjedését, hogy a tavot egyrészt, hogy megszigorították most, és volt olyan hírek, hogy csak 2 évig fogják még futtatni. Ez igen, én is hallottam. Tehát dobog a levegőbe, jó? Erről én is hallottam, igen, de talán vannak olyan jellegű előrejelzésünk, ugye, amit említettem, hogy év vége, ugye minden gazdasági szervezetnek nyilván azt teszik fel az írja a pontot, hogy a év végig az gazdálkodás és a mérleg egyéb, hogy ezt ugyan tudja megállapítani, és mennyi adót hova akar. Hogy lényegében jó kilátásaink vannak. Azt értem, hogy szeptemberről megtudjuk, tehát ha le is hívjuk a pénteket, tehát ugye elmondjuk a 2-1 millió forintokra a jogosultság, a virtuális jogosultság megérkezik, ugye össze kell szedni. Lát rá esély, hogy a téli időszakban még tetőcsere legyen és külső belső, vagy külső kucolás? Igen. Azt mondom, hogy a TAO beérkezése, tehát már van egy szintű ütemezés, most is tudunk, tehát ez október-novemberben fogunk külön még kapni. Tehát én nagyon bízom benne, hát nyilván az időjárás függvénye is, de még mindig változó, hogy például a tető is hogyan lesz, mint ez már nem olyan alapvetően változó, csak még mindig keresik a legjobb megoldást. De én bízom benne, hogy január 1-e vagy december 31-ig ez megvalósul. Hát ha nem, akkor most sajnos nem tudom, nincs, akkor annyival csúszni fog, de mindenképpen a célt látjuk a végén, tehát azt nem hagyjuk a hót közvetlenül. Az biztos, meg lesz. Jó, köszönjük szépen. Van-e még valakinek a kérdése elnökünkhöz? Amennyiben nincs szavazása, teszem fel a kérdést, hogy elfogadják el, hogy a Sport Egyesület Központ beszámolja, amelyen legyen kérem partnerse érezzük. Nagyon tudom, hogy egyhangból elfogadta a képviselőtestület. Köszönjük, elnök úr. Most pedig a Sport Egyesület és Gyorsági Község önkormányzata közötti szerződés, ezt megkapta mindenki a bérleti szerződést, az abban foglaltak, hogy a pontokban vannak szedve. Szerződés tervezettel kapcsolatban van valakinek kérdése?
Hetedik pont, ugye, hogy a sporti tesszítményeket, tehát által megkaptunk közbeni díjat, hogy ez a gépbeadó egyenlíti ki. Szerintem ez is egy támogatás, hogy átálljuk ezt az összeget, és ez nem fog menni. Hát én nagyban tudok erre válaszolni, hogy elmúlt három évben szerintem nem sok volt. Mert nem is volt gyakorlatilag használni. Egyszerűen van az, hogy igazából az őszi és a korakabb az igényedet. Ez is egy támogatás. Jó, mert ugye most ebben az évben kaptak egy 3 milliós támogatást ugye a felhozati részhez, ezen felül az önkormányzat viseli azokat a terheket, amelyek a különböző szolgáltatók felé kell kiegyenlíteni. Nyilván az elmúlt esztendőben nagyon nagy értékű nem lehetett, mert a gyermekkor is elmondta, nagy használat nem történt ebben az objektumban, vagy létesítményben. Sőt, ha jól tudom, akkor volt a kialakítás a fűtésnek, hogyha esetlegesen napelemfázisban akkor összekötető. Igen. Tehát gyakorlatilag most az valósult meg, hogy a belső végészeti újításnál új radiátorok vannak, új kazán van, új fűtertartányért, tehát teljesen lecserélésre került újra minden. Nagyon bízom benne, hogy sikerül úgy a külső burkolatok ilyen felújítást végezni, hogy hőszigetelést fog kapni. Tehát még valami korábban úgy tudom, hogy elég komoly összegű volt, hogy ezek a számlák, az biztos, hogy csökkenni fog már jól elnöttek. Igen, köszönöm. Van egy dolog, illetve azt szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtől, hogy nyilván értető, hogy ha mennyiben ugye a jövőfűzőjétek a pályos készségeknek felújításra kerül, az nyilván egy komoly értékre belőle ruházás ugye tulajdonos önkormányzat részére, hogy így mondjam. Ugye mi a bérlők vagyunk, tehát ilyen tulajdonosi jogokat ugye mi nem gyakorolunk, nem is gyakorolhatunk. Viszont annyiban szeretnék a jelenlegi tervezethez adalékot szolgáltatni, hogy én természetesebbnek látnám kellett szerződésbe foglalni ezt, mert a lényeg a mondani valónak az, hogy amennyiben mi ilyen beruházást tartunk végre, vagy ebben teszük a pályázati nyertes dolgainkat, akkor nyilván ez az értéknövelés hogy biztosítson bennünket arról, hogy már egy évre szól maga a szerződés. Tehát tudom is ilyen legyen 10 év vagy 15 év, hiszen azt hiszem jogos elvárás, hogyha belefordítunk a nagy pályai felújítás egyét és halmány lesz, illetve az öltöző közel 6-7 millió forint lesz, a pálya is körülbelül annyi. Tehát magában nyilván nem a tulajdonosi jogokat akarom ezzel valami formában forgatni a irányokban, hanem csak a idei perpillanat, ami egyes pontban szereplő bérleti idő, illetve a bérleti jó viszont, hogy ez hosszabb jövőre történik. Lehet erről szó, de én azt gondolom, hogy akkor ezt újra kell gondolni a képviselőtestületnek. Természetesen a bizottságnak elő is kell készíteni a keretszerződés feltételeit. Ugyanúgy, tehát természetesen bemondva az egyesületet, hogy milyen elképzelések mentén szeretné ezt a szerződést megkötni az önkormányzattal. Tehát alapvetően még a magát a tartalmával egyet értek itt teljesen, csak nem vagy ez a időtartalmával. Igen, vagy az a magát. Nem tudom, pénzügyek tervezünk. Tehát amikor a bérleti szerződésben olyan pont van, amiben le van írva, hogy a közüzemi díjat az önkormányzat fizeti, nem tud tervezni a költségvetésedet. Tehát itt is lesz egyszerű, meg itt még nem szerepel egy összet. Konkrét számomra. De... Mert minden év a másod. Minden év lehet más. Tehát én szerintem ez úgy szerepel ez a 7. pont, hogy ezzel csökkent le azt az összeget, amit majd a bérleti szerződésben. Szóval tudja a terület, az a is szám. Megmondom, miért nem jó. Egyébként jó, mert tulajdonképpen nekünk
azért akartam én a keret szerződéssel kapcsolatban, és ott van én, hogy maga itt a pályabérleti díj összege is tulajdonképpen, ami párhuzamosan állítik a pályázatainkhoz, hogy ez is változó értékű. Tehát nekünk ugye a gyakorlat részéről gyakorlatilag teljesen mindegy, mert ugye egy múlszalvos körforgással fog működni. Tehát amit ugye az önkormányzat tulajdonképpen támogatási címen megkapunk, azt ugye mi visszaadjuk, értelme teljesen mindegy, vagy a önkormányzat adja vissza, mint bérleti díj. Tehát nagyon ez lényegében nekünk csak ott számít, hogy a pályázati formulát ezt önrészként figyelembe lehet venni. Tehát magával ezt az összeg ez azért van. Viszont ez a közüzemény díjat ebben ezért nem tudjuk csökkenteni. Tehát ezzel, tehát a kettő üti egymást. Na, akkor lehet, hogy meg volna az előtt. Igen. És akkor már a pályázatoktól előtt tudjuk voltak is. Hát ugye azt mi kiadjuk a bérleti díjat, hogy ennyi, de vissza is forgatjuk támogatási részként, amit a sportfejlesztőre felhasználjuk. Ezzel erőként pozitívként tudjuk használni. Amit elmondottam, szerintem ezzel kapcsolatban a pénzügyi bizottságnak át kell. Futnánk itt a pénzügyi bizottságnak. Jó, tárgyalatok, megbeszélésre kerülni. Kérdezem a tisztelt képviselőket, egyik kérdés van még elnök úr felé, amennyiben nincs szavazásra teszem fel, elfogadják-e a beszámolót, ha ilyen kérem kapta is jelezik. Bocsánat, köszönöm szépen. Tehát azzal a szerződés tervezetet, hogy a pénzügyi bizottság elé fog kerülni, akkor erre kérem kapta is jelezik, ha igen. Köszönöm meg, hogy akkor a pénzügyi bizottsága a szerződés tervezetet megvizsgálja, és ezt követően fog előterjesztést tenni a képviselőtestületnek elfogadása. Jó, köszönöm, megyünk következő napirendi pontra. Idősek klubja alapító okiratának módosítása, megkérem Józsi Asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet, hogy milyen okból, milyen módosításokra kerül a sor. Az idősek klubja új helyszínre fog költözni. Jövő héten már a Kossuth Lajos út 13-ban felújított új ingatlanban fogja megtalálni új helyét. Ehhez megfelelően az alapító okiratot szükséges módosítanunk, hiszen az alapító okirat a költségvetési szervnek a fontos adatait tartalmazza, úgyhogy megnevezése, telephelye, alapítás dátuma, fenntartójának, működésének különböző adatait. 1992. szeptember 4-én készült el az első alapító okirat, de egyébként 1981-től működik községünkben idősek klubja. Rajta is maradt a régi név, no, öreget napközi otthona, ilyen szebb szóval idősek napközi otthona. Ennek a változtatása az alapító okiratban a cím, illetve a férőnő kapacitás miatt van szükséges. Ezt szeretem volna elmondani. 2015. július 1-től az alapító okiratnak egy új formája kötelező, már csak ebben lehet beadni, ezt kapták meg a képviselőtestületi tagok külön. Jó, kérdezem a tisztelt képviselőket, van ezzel valakinek kapcsolatban a kérdése? Amennyiben nincs, aki azzal egyetért, hogy a idősek napozottának alapító okiratát kívülről módosítjuk, azt olyan kapcsolatban. Jelezze, köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Jó, személyszállítás, ezt szóban kívánom, illetve kapott a képviselőtestület egy e-mailt, amelyben, hogy a Zöldhíd Régió Kft. Tájékoztatja az ő általa elvégzett területeken élőket a szolgáltatás szüneteltetéséről, amennyiben nem fizették ki a lakosok a szemétszállítási díjat. Most ez a helyzet sajnos az Zöldhíd Régió Kft-t most már olyan állapotban sodorta, tehát ott is elég nagy a kincsőség, mint egy 500 millió forintról beszélünk, amely a működését befolyásolja, és ők kénytelenek elmondások szerint szankciókhoz fordulni. Volt, már nagyon sok megbeszélés volt ebben az ügyben. Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy a
16 település, aki között ott van Gióseb és a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. Szolgáltat. Tehát ez a Kft. És nagy kintlévőségeket görget maga előtt, és itt is a működés veszélybe került. Hétfőn voltam 16 polgármester társammal együtt, de tehát annyian voltunk meghívva, de nem vettünk részt, csak 8-an azon a megbeszélésen, ahol a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. Vezetője hívott meg bennünket, illetve a előszeri polgármester úr. Minden település korábban megkapta, hogy a településén mekkora kintlévőségek vannak. Nálunk ez a kintlévőség másfél hónappal ezelőtti szintről a felére csökkent, de így is 2 millió 400 ezer forint körül van a vállalkozó részére lévő kintlévőség. Más településen nyilván több, van olyan település, ahol 10 millió forintot megközelíti. Minden esetre ez az állapot juttatta oda ezt a vállalkozót, hogy ő is nehéz helyzetbe kerül. Előfordulhat az is, hogy augusztus 1-től megszünteti a szolgáltatást a településen. Természetesen én ezt jeleztem a katasztrófavédelemnek, hiszen a szolgáltatást kötelezően el kell látni az önkormányzatnak. Mi próbáltuk is a döntésünkkel, már korábban a képviselőtestület hozott olyan döntést, amivel hozzájárul ahhoz, hogy ezt a vállalkozót megszüntessük. A legutóbbi megbeszélésen az történt, hogy ugye 16 önkormányzattól kérte azt a segítséget, hogy próbáljuk meg átvállalni részben azt a terhet, amit neki most teljesítenie kell, és ez a teher ugye beszedésre kerülne az önkormányzat részéről, tehát visszaszedhetnénk. Mind a 16 önkormányzat elben egyetért, de ugye az önkormányzatok nehézséggel küzdködnek, és nem minden önkormányzat bírja megsegíteni ezt a vállalkozót. Így arra jutott, hogy az ügyben próbál tárgyalni a Zöld Híddal, hogy azokon a településeken, akik nem tudnak neki segíteni, meg fogja szüntetni a szolgáltatást, amelyik település tud neki segíteni, ott nem szünteti meg a szolgáltatást. Ez egy képlékeny dolog, viszont azt mindenkinek tudni kell, hogy Diósjelő önkormányzata korábban azért döntött ez mellett, a szolgáltató mellett, aki elhagyja jelen pillanatban a településről a szemetet, hogy 10 000 forinttal minden ingatlan kevesebbet fizessen. Tehát ahol a Zöldhíd Régió Kft. Fog szolgáltatni, vagy ha és amennyiben Diósjelő önkormányzata is rákényszerül arra, hogy a Zöldhíd Régió Kft.-től rendelje el a szolgáltatást, egy egységes közszolgáltatás keretében, akkor valószínű, hogy 8-10 000 forinttal magasabb lesz a személyszállítási díj. Ugye azzal fog járni, hogy minden egyes ingatlanul újra le kell cserélni majd a hulladékgyűjtő pénzeket. Így egységesebb lesz, tehát erre törekszik a Zöldhíd Régió Kft. Egységesebb lesz a szolgáltatás, és ugye azt mondják, hogy ha minél több település belép, akkor ők is olcsóbbá tudják tenni ezt a díjat. Nehéz, tehát nagyon nehéz most eldönteni, hogy mi lesz. Én azt gondolom, hogy mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy vagy így, vagy úgy, mert azt a döntést is meghozta a képviselőtestület, hogy a Zöldhíd régiónak is megpróbál segíteni. A kérésnek megpróbálom kereget tenni. Ennek ellenére nehéz. Nehéz eldönteni, hogy mi lesz szeptemberben, hogy egyáltalán a Zöldhíd régió talpon tud-e maradni, hogy egyáltalán a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. Most augusztusban talpon tud-e maradni. Én így a médián keresztül is csak arra tudok kérni mindenkit, hogy annak ellenére tudom, hogy a számlázással van probléma van, keressék fel a Tiszta Vidék Nonprofit Kft.-t, próbálják meg kiegyenlíteni azokat a számlákat, amelyekkel el vannak maradva, ugyanis minden számla előbb-utóbb behajtásra kerül majd, tehát igazából nem fognak tudni kibújni arról. Természetesen biztos annak olyan számlák, ennek az összegnek a kifizetésével is, tehát a hátralétnak a kifizetésével is nehéz helyzetbe kerülnek, de így az egész közszolgáltatás fog nehéz helyzetbe kerülni a településünkkel, és nem kevés problémát fog okozni a hulladék elszállításának a megoldását. Tehát én úgy gondolom, hogy ma beszéltem a Tiszta Vidék Nonprofit Kft. Vezetőjével, elmondtam neki, hogy a képviselőtestület meghozta a döntést,
hajlandóak vagyunk segíteni, de ez természetesen csak abban az esetben mehet, hogy a közszolgáltatás biztosan tudja folytatni, és nem lesz az, hogy más településekkel együtt is befogunk. Mert ugyanis a katasztrófavédelemnek kötelessége lesz megoldani, tehát időben jeleztem feléjük, hogy előfordulhat ez, hogy augusztus 1-től itt probléma merül fel, ők fel is fognak készülni, erre ők fognak kijelölni közszolgáltatót, tehát lehet, hogy ugyanez a szolgáltató lesz kijelölve a közszolgáltatás is, mert ugye most azt tudni kell, hogy így az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerülnek. Törvény mondja ki, hogy nem lehet megemelni a szolgáltatási díjat. De bármely más szolgáltató fog szolgáltatni a településen, egy magasabb díjat fog kérni. Tehát nekünk vagy a különbözetet át kell vállalni az önkormányzatnak, tehát a lakosoktól, nem lesz leszedni. Jó, de akkor ez a másik szolgáltató, hogy az kérhet többet? Azért, mert ő más településsel ugye azon a szinten szolgáltat. Az a szolgáltató szolgáltat legolcsóbban, aki Piós ellen is ezt a szolgáltatást végzi. Lehet, hogy a problémák ebből is merülnek, vagy nem tudom, teljesen mindegy, de ez a legolcsóbb szolgáltató. Bármely más szolgáltató lép be, most ugye ő nekik valamilyen szinten vagy az a hulladékgazdálkodási ügynökség fogja, vagy az önkormányzatoknak kell majd kivokálni ebben a... Jó, de az ember megsegítenek, erre szükség van, de van az önkormányzatoknak valamiféle beleszólás, vagy betekintése az ő munkavégzésükre. És hogyha itt képződik bármikor is bevétel, majd akkor a bevétel az őt megsegíti önkormányzatoknak visszahozza? Már most... Hát most kisegítsük. Igen? És történetesen 5 év múlva bevétel akkor ő visszasegíti az önkormányzatot? Nem, az önkormányzatnak lehetősége lesz arra, hogy ezt a bevételt beszedje azoktól, akik egyébként neki tartoznak. De... Tűzve ezt a cseppét. Értem, nekem is van ilyen cseppet. Nem, hiszem, cseppet. Hogy én vagyok az egyedüli, aki felére szeretnék. 4 forintot. 4 forintot fizettem egy negyedévre, és nem fizettem többet. Én azt gondolom, nem, hogy ezzel kapcsolatban fel kell hívni. Ezzel... Munkavégzés stílusokkal is van probléma. Én ezt nem vitatom. A településet nem tudom, hogy ilyen kockákat nem tudsz vezetni, nem is viszonyul, hogy ilyen egyetlen lehet szólni. Ez de a zöld híd egy része a dolognak. A zöld híd, ahová az. Tehát mi vállaltuk, kötelezően beszállítjuk a hulladékot. Ugye ott is kialakult egy hulladék szállítási társulat, vagy egy társaság, aki egyébként a szállítás begyűjtést is az mellett, hogy oda gyűjtik be, a szállítás begyűjtést is elvégzi, minden olyan kötelezettséggel, hogy a lombot, a szelektív hulladékot, stb. Stb. Most ugye azért látjuk, mert kapott felhívást interneten keresztül, meg egyéb módon a település, hogy most már a szelektív hulladékgyűjtés nem úgy fog megvalósulni a településen, hogy a hulladékgyűjtő szigetekre visszük ki, hanem a családok igényelhetik az önkormányzatnál azt a 2 zsákot, amiből az egyikbe a PET-palackot tudjuk rakni, a másikba pedig a papír és a fém hulladékot, vagyis a konzerves és a sörös dobozokat kimondottan erre készül. És amikor jön a szolgáltató 2 hetente, a kirakott szelektív hulladékgyűjtős zsákok helyett 2 kap. Tehát amikor ki van rakva a 2 zsák, 2 megint oda tesznek, ez a folyamat indul el. Itt természetesen arra kérik a lakosságot, hogy ha és amennyivel lehetséges, tehát hogyha a műanyag PET-palackok mellé teszünk, mosókoros vagy akármilyen, azok azért legyenek öblítve, a konzerves dobozok legyenek öblítve. Nyilván ez sokaknak nehézséget fog okozni, de ugye a szakhatás véget, tehát most, hogyha sok konzerves doboz van egy zsákban, ott azért ez azért kellemetlen is, és ezért kérjük ezt a fajta segítséget. Aztán ugye a közös szolgáltatásban, az egységes szolgáltatásban, és amit vállalt az a vállalkozó is, aki nálunk szolgáltat, természetesen csak később, ezeket a nehézségeket gondolom először le kell küzdeni, tehát a lomb elszállítása is meg fog történni, tehát arra is külön gyűjtőzsákok lesznek kiosztva, és ez már nem fog remélhetőleg a későbbiekben
gondot okozni a településen, tehát a lombhulladékot is el fogják szállítani. De most jelen pillanatban mind a két oldalról nehéz helyzetben vagyunk, mind a kettőt szeretné megmenteni az önkormányzat, nyilván mi a lakosok felé szeretnénk megtartani azt a szintet, mármint pénzügyileg, hogy ezen a színvonalon tudjuk szolgáltatni. Ha és amennyiben nem, ez már rajtunk kívül álló ok sajnos, akkor lehet, hogy a későbbiekben ugye emelni 2016. január 1-től elvileg akkor tudják majd ezt a szolgáltatást emelni, addig kötöttek ezek az árak. Úgyhogy most jelen pillanatban ez a helyzet nem egy kellemes helyzet, se egyik sem másik oldalról. Én ezért kérek mindenkit, hogy természetesen olyan hibák előfordulnak, de ha hibák előfordulnak, vagy valaki úgy érzi, hogy tehát keveset küldtek ki nekem számlán, ott van az interneten vagy telefonon elérhető a szolgáltató. Megtetted, és azt mondták, hogy... Megkérdeztem, hogy akkor nekem elég fizessen, hogy ilyen csekkel várom. Jó, köszönöm szépen. Akkor ennyit kell fizetni. Diplomatikus voltál? Mindig válkod. Ezt is mondtam. Jó, ezzel kapcsolatban valaki kérdése tájékoztatóval kapcsolatban. Ha ezzel kapcsolatban el tudják tolni a polgármesteri tájékoztatót, akkor kérem karbányosra jelezzük. Köszönöm. Megállapítom egy testület elfogadta a szemétszállításról szóló tájékoztatót. 2000-től és a 8. napirendi pontunk. Augusztus 20. ünnepség születi felvonulás előkészítése. Felkérem Szabó Béla elnök urat, hogy tájékoztassa a képviselőtárs keretet a bizottság döntéséről. Testületet megelőző bizottság ülésen az a határozat született, hogy a gondolva véleményezés, hogy az augusztus 20-ai ünnepre, azon ünnepre, ahol a megyei közgyűlés kihelyezett ülését tervezés Kuczi Nándor elnök úr, polgármester úr azon időpontját nem fogjuk határozni, hogy időpontot megkapjuk polgármester az időpontot, ahhoz fogjuk készíteni a programtervet. Előzetes programterv alapján a helyszínt, a szabadtéri színpadot határoztuk meg, egyházi képviselőket szeretném meghívni, polgármesteri köszöntővel nyitnánk, országgyűlési képviselő úrt hívnánk meg, az egyház és civil szervezeteki felelős államtitkár urat szeretnénk meghívni, a főszépítményt együtt is, és a rehabilitációs otthon fellépése adná a műsort. Ez több módon majd még módosulhat, tehát főképpen az, hogy maga a megyei közgyűlés milyen formában szeretné részt venni, vagy részt kívánni venni az ünnepségen. Ez igazából egyeztetés alatt van, amint megkapom az időpontot, elkészítem a napi programtervet, és ezt minden képviselőtársamnak és a külső bizottsági tagnak is körül fogom küldeni. Minden esetre a pénzügyi bizottsággal egyeztetni kell, hogy ennek mekkora költségvonzatát lehet igényelni. A másik pedig az, hogy a születi felvonulás, én azt tudom mondani, hogy a tavalyi születi felvonulás, mint személyekben és gépjárművek és állati bontatott gépjárművek tekintetében nagyon jól sikerült. Ezt a hagyományt őrizve még egy picit színesíteni, hogy ne tévedjön fél útra, hogy ne a traktorok, bár az is nagyon-nagyon sokat színesít, de emelnénk még a gyerekben megült lovasok számát, és a ló által bontatott a kereket vagy kocsiknak a számát. Az a lényeg, hogy akik állattartással és lótartással foglalkoznak, minden személyemben meg fogom őket keresni, és megpróbáljuk még nagyobb, még jobban színesíti a felvonulást. Egyedül a útvonal kiinduló pontjában egyeztük meg, a szintén a tájház, majd a felvonulással kapcsolatos útvonalat közösen meg fogjuk tervezni, és a felvonulással kapcsolattartását is saját magam elvállaltam, hogy ezt felfogatom és magam mellett meg fogom szervezni. Közel a két ünnep távolságát még az július hónapban ezt például szeretném zárni, hogy megtervezni. Ennek azért van egy távlati célja, tehát közben mindig adódhatnak problémák, mert igazából az utolsó pillanat, hogy koordinálja majd a képviselőtestület. Nekem az a kérdésem, hogy egy korábban volt az, hogy ez
kívánt beleszólni, vagy azt kívánta megrendezni. Tehát ugye nem, már nem nincs információ arról, hogy itt bárki szeretne, tehát az csak az önkormányzat. Jó, igen, a bár, meg ugye beszéltünk arról, hogy, hogy a Leskámulat megkérjük, hogy segítsen nekünk abban, hogyha a lovasokat vagy. Így van, azt mondom, aki ezzel foglalkozik, azt nincsen, hiszen fel fogom keresni. Így nyugodtan tehetünk egy felhívást, tehát aki a önkormányzat szervezésében szeretne bármilyen formában részt kívánni, én azt megkérem, hogy az adott rendezvény napjától egy hónappal jelezze felé. Hát aki tud ebben segíteni, így, illetve szeretne... Bármilyen formányos segítséget, vagy szeretne igényelni bármilyen részvételi szándékát, ezt egy hónappal a rendezvény időnapjától megelőzően jelezhetünk. Utólagosan már változási jót nem nagyon tudunk eszközölni. Kérdés ezzel kapcsolatban? Akkor szavazásra teszem fel, aki az augusztus 20-a ünnepség, illetve a születi felvonulás előkészítőletével kapcsolatos információkkal egyetért, illetve ennek menetében majd változtatni kívánok, az ilyen karpelmsel felezze. Jó, köszönöm. Egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. 9. napirendi pontban tárgyalnánk a szerződéskötést a Lújtesz épületével kapcsolatot. Zsand, de ez zárt ülés keretében kívánjuk megtenni, ezért hozzuk előre az egyebeket. Jó, és egyebekben itt Hamász Csaba kívánjuk. Hát szerintem előző testületünk ugye leadtunk mindenkinek az anyagot, remélem, hogy utána is nézett. Az én javaslatom csak annyi lenne, hogy talán a következő testületnek a legjobb lenne, ha a pénzügyi bizottság végülése is esetleg behívnánk a végjúzsit, ahol ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy a környező településeknek ezt megcsinálta, ezt az értéktárat. Tehát a helyi ingatlanokkal kapcsolatosan foglalkozik ezzel, több településen, tehát utána lehetne nézni, tehát egyik javaslat ez lenne, illetve annyi, hogy ugye folyamatban van neki egy bíróságra készülő elég nagy volumenű könyv. És ez csak az én javaslatom lenne, de szintén majd szerintem a pénzügyi bizottsági megtárgyalni, és ezeket legalábbis szeretném volna átvinni, hogy tudnánk-e valamivel támogatni, hiszen azért talán az utolsó, vagy nem, a legelső ekkora volumenű, ami településünkre szól. Egyelőre ezzel kapcsolatosan csak mondom. Annyit tudok elmondani, tegnap beszéltem vele telefonon. Én is említettem neki, hogy segítséget szeretnénk, illetve felmerült az, hogy segítséget szeretnénk kérni tőle az értéktár elkészítéséhez. Én úgy gondolom, hogy bőven van mit feltárni a településen. Én azt gondolom, hogy ő a legalkalmasabb ember, aki itt szóba jöhet és segíthet az önkormányzatnak, szívesen vállalta is, tehát szívesen részt vesz, természetesen majd egyeztetni kell a bizottság üléseken, hogy ez hogyan és milyen formában történjen. Jó, kérdése van valakinek Csabához ezzel kapcsolatban? Egyetértünk-e azzal, hogy a P. József az akkor be legyen maga és az értéktár megtárgyalásra kerüljön a bizottság ülésen, aki ezzel egyetért, azt kérem karpánysével, ez egy közel. Jó, szociális szövetkezet. Megkapta mindenki, a szociális szövetkezet alapításáról szóló, vagy alapításának lehetőségéről szóló dokumentumot, amelyet ez az erőforrás szociális szövetkezet küldött ki. Bocsánat. Jó. Igen? Jó, tehát a második az ugye mostanában többször ugye felmerült, hogy hát ugye a családi házattól, hogy elszállítsuk ugye az apró háztáji hulladékot. Na most ezzel kapcsolatosan az én véleményem az, tehát az utolsó két és fél évnek a tapasztalata az, hogy az önkormányzatnak ez sokkal több kiadás lesz a vállára, mint amennyi hasznunk van belőle. Tehát az, amikor egy látszólagosan, még egy 1 köbméteres ilyen kis bajrakat, vagy egy szőlővennyigétől kezdve mindenféle hulladékokat összegyűjtenek, tehát azért autóval elmenni, tárolni x hétig, hónapig, nekünk még egyenlőre erre területünk nincs.
Hát én csak annyira szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy akkor valamit állapodjunk abban, hogy én legalábbis azt javaslom, hogy próbáljuk meg együttesen azt kialakítani, hogy ne szállítsunk a egyes házakról. Vagy ennek a variációit az így van, tehát egységesen. Hogy egy olyan opció, hogy negyed évente, fél évente, tehát csinálunk egy egyszerit, ez szerintem beszélgetés tárgya, de az, hogy minden nap képződik és folyamatosan egy autót leterheljünk azzal, hogy így van, azt az egyet tárolni nem tudjuk, tehát nincs olyan fölösleges területünk, ahol ezeket a apró. Tudom, hogy jót akar mindenki, de sokkal többen van. Tehát csak ez lenne, hogy ezt nyilvánosra tudjuk hozni, akár egy emlékúságban is, mert ugye többen kérdezik, folyamatosan egyesével minden egyes képviselőtársamat, polgármester urat, dolgozókat megállítják, hogy igen, nekem is van ott egy talicskára való, de ugye holnap jössz érte, tehát ez nem a volt. Így akkor egységesíteni, meg tudja lenni esetleg a honlapon, szépen jelni újságok, és akkor mindenki tudja azt, hogy... Nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy teljesen egyetértek a képviselőrrel, és teljes mértékben igaza is van, mert nagyon nagy nehézséget ró az önkormányzatra az, hogy próbáljunk a lakosságnak így módon segíteni, hogy beszállítjuk. Most ez lehet nagyobb mennyiségű, tehát akár több teherautó, gajról beszélünk, de az sem jó megoldás, hogy eleve utasítsuk. Ha már egyszer van aprítógépünk, amivel a szolgált most jelen pillanatban nincs, de mégis van aprítógépünk, amivel azt a fajta szolgáltatást el tudjuk végezni, és most már van traktorunk is, van utánfutónk is. Én azt gondolom, hogy ennek a logisztikáját meg lehet oldani, tehát a két géppel együtt, viszont azt kell tudatosítani az emberekre, hogy havi szinten egyszer, vagy inkább talán azt, amikor az az időszak következik el, amikor megnyesik a fákat, akkor kijelölünk egy időpontot, ekkor ki lehet tartni, és akkor egységesen begyűjtjük, arra fel tudunk készülni akár helyileg, akár más módon is. Én ezt látom, annak viszont, azt viszont nem, hogy eleve elutasítsuk, hiszen nekünk, mint fűtőanyag, jól jön, azzal megint csak nem teszünk jót, hogyha a településen fogják elpüstölni a kertekben. Ettől próbáljuk meg ez felé kívánok el a köztársasági elnök úrja elmenni. Mindenki, én jó magam is ezt a célt szolgálom, tehát nekünk még talán még fel kell menni még a tüzelésnél is a feladat az, hogy szárazat tüzeljük ne a nedveset. De ezzel talán, hogyha ha ki tudunk alakítani egy olyan rendszert, a szállítás begyűjtése, ami megfelelő, az nagy segítség. Meg kell próbálni szerintem ebbe az irányba elvinni ezt a dolgot. Tehát nem mereven elutasítani, hanem ebbe az irányba elvinni és rászoktatni a lakosságot, hogy valóban akkor mit tudom én tavasszal két alkalommal és ősszel két alkalommal megtesszük, kijelölve a hónapokat és akkor a hónapok itt az utolsó szombatján. Mondtam egy példát, de erre szerintem így hozzon egy határozatot majd a képviselőtestület, és akkor nyilván ugye ezt a lakossággal közölni kell, és ezt el is fogja szerintem fogadni mindenki. Jó, aki? Itt még csak az egy teljes mértékben az a tavaszi-őszi történet működhetetben. Annyival kijelölünk olyan helyeket, hogy a tónál is mondjuk a szobor mellett, oda megyünk szeptember 16-án, 2-től 5-ig azt, hogy mindenki oda szartja. Megyünk utána menni. Hozzá oda. Illetve utána a mi munkáinkat, így van. Csak abban az időszakban. A mi munkáinkat, csak abban az időszakban. De Rózsi, ez most oké, hogy hozza oda. Oda hozhatná a Virtezbe is, mert van, aki a Virtezbe hozza. Picit komplikált, meg azt azért végképp nem. Tehát csak akkor, hogyha ott vagyunk, én azt gondolom, Tóri. Az, hogy kijelöljük egy helyen, az nem szabad, mert az a személyes pillanat a személyen. Ez a két évet azért még a betonbörgben volt már. Vagy a gyűjtőjárat, vagy ez, én ezzel is ezzel tudom. Én azt javaslom, próbáljuk ki ezt a megoldást, amit javasolsz. Ha nem fog működni, akkor még mindig meg tudjuk a második megoldást. Persze, de is van. Szállítás egyetlen egy olyan szállítással, hogyha olyan jönnek a gajak, amik nincsenek összedarabolva, a Tina egy gajjal fordul. Tehát nincs aprítva a olaj, akkor az ágon. Ezért gondoltam azt, hogy van olyan jelenleg, akkor azt jön hozzá.
De viszont ezt mondja, hogy le kell követni, tehát utána tudni magát a rendszert, és hogy akkor ott nekik kell állni, és akkor az bizonyosan megcsinálni, mert sajnos azt mondja. Ezt is jól meg kell tervezni. Jól meg kell tervezni, minden olyan eshetőséget figyelembe kell venni, ami hátrányára megy, akkor is, hogyha a szállításbegyűjtéssel, meg az erdőgyéletet. Józsi, hogy mondtad, hogy tavasszal és ősszel, az is először ősszel bezárom, tehát bezárom a vecéseket, egyéb dolgokat, száraz ajok, leveszem, kész, bezártam. De szeptember, attól függ időjárástól függőben, ugye valamikor még október végén is olyan idő van, hogy nem dobálja a levelet. Tehát, mert akkor azt már tudjuk, hogy a szeptember közepéig akkor hagyjuk egyenlőre, tehát a lakosság felé is ott romotáljuk ezt, most így folyamatosan, tehát napig tudod, meglátják az autót és gyermeknek. Azért mondtuk, hogy szeptember közepéig, tehát szeptemberig akkor ezt a dolgot addig legalábbis tegyük fel, hogy tudják az emberek, hogy addig ne zaklassák. Az a baj, az időjárás is tehát olyan mértékben tudja felsorolni, tehát nagy mértékben a növények a kerítése nem áll le, tehát november végén is még hajtom. Hát jól mondjuk a szemtalasztót tapasztaltuk, hogy ugye, hogyan működünk mi valahol egy egészséges reakció, ugye az ember meghallja az időjárást, hogy jövő héttől egy héten keresztül eső jött, hoppá, holnap égetem is, ha ezért nem számít, hogy kedv van, vagy hétfő van, vagy mi van, égetjük. De én azt gondolom, minden ilyet egybevéve a tűzgyújtási szabályozás is azért aránylag jól működik a településen, próbálják betartani. Egyszer-kétszer van egy kis pitbull, de... Jó, én azt gondolom, hogy igenis próbáljuk abba az irányba elmenni, hogy a lakosságot tájékoztassuk arról, hogy most nem, de ki fogunk jelölni olyan időszakot, amikor szerintem vegyük és sor kevés, akkor majd el fogjuk szállítani. Aki ezzel egyetért, azt kérem kapján se jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangul a Gertrud Csaba, akkor te vagy még. Jó, igen. Én nekem csak annyi lenne a javaslatom, hogy itt a utóbbi pár testületi ülésen, illetve a bizottsági ülésen, ugye fölmerültek ezek a témák. Tehát én csak, vagy legalábbis nekem annyi lenne a kérésem, hogy csak egyelőre abba állapodjunk meg, hogy jövőre a két egyházi úton táboroztatásra a mindenkori testület úgymond akkor a kéves költségvetésbe tervezzen be egy összeget. Tehát most ne határozzuk meg, hogy most ez 12, 24, 34, hanem a mindenkori testület akkor döntse el, hogy abban az adott évben mind a kettő egyformán támogatja. Tehát diósenői gyerekekről szól mind a kettő, ne tegyünk különbséget, tehát én nem csak ezzel annak érzem, úgymond. Ez mindenkor legyen úgymond betervezve. Az akkor a pénzügyi bizottság át fogja beszélni, megnézi. Végül is nekünk csak ennyi, hogy mindenkor legyen betervezve, tehát összegről most nem kell. Csak ami betervezni be lehet, azt még nem kézzel. Jó, tudjuk, amit dolgunk megadveszünk előtt. Pénz, csak ide beteszünk. Az opció legyen, mert tudod, ez ide beszélünk, oda beszélünk. Tudod, akkor nincs mellébeszélünk, akkor így van. Ami most is történt, nem történt. Így van, azért mondom, hogy ennyi. Pénz. És akkor így ezzel le van zárva, én szerintem legalábbis ezt a javaslatot szeretném tenni. Pénz. Akkor aki ezzel egyetért, hogy ez viszont a pénzügyi bizottság tárgyalására kerüljön, azt kérem kapcsolatba és jelezze. Jó, köszönöm. Akkor Csaba, nincs volna. Nem, nem, nem. Jó, oké. Szövetkezeti jó törvés. Nem. Pályázati tájékoztatók vagy a valami nyelvőnek. Testvér települések, azért erre szeretném tájékoztatni, hogy amit én említettem a Kabai Lajos Mercsőnek a beszámolóján is, hogy azt, hogy szeretnénk elmenni, szeptember 25-én van egy pályázati lehetőség testvér településekkel felvenni kapcsolatot, vagy testvér települési együttműködést kötni. Jelzi azt mondja, parolatra, de lehetőleg segítségem lesz a munkában, neki fognák. Én a napokban meg fogom keresni azokat a személyeket, akik Diósnál laknak, de osztrák, holland, angol, bármilyen nemzetiségi kötődése van, és fel szeretném venni a kapcsolatot velük, hogy van-e nekik esetleg a ismeretségi körükben olyan hajlandóságú település, vagy tud-e a környékükön, ahonnan esetlegesen ide költözött olyan magyar lakta település,
akivel nyugodtan fel tudnánk venni a kapcsolatot, hogy akár ugye Erdélyben, tehát nem akarok meghatározni égtájokat, az iránt, hogy mi a településünknek, én azt mondom, hogy egy az ázsiója, ismert legyen gyűjtsenő, legfőképp gondolnánk itt a gyermekeinkre, hogy cserődőltetés, legfőképp akár még nyelvtanulás céljából, tehát az iskolára gondolva a tanulmányokra. És a pályázat, ha jól tudom, úgy ad lehetőséget, hogy egy meglévő testvértelepülést is bele lehet rakni, és ötöt lehet még emellé párosítani, tehát olyan ötöt, amivel szeretnénk kapcsolatot felvenni. Hát bízom benne, hogy ez azért hatékony lesz, nyerünk ezen a pályázaton, és az uniós pénzén meg tudnánk valósítani ezt. Ennek, hogy mi lesz majd a hozadéka, ez szerintem majd akkor, amikor ez a pályázat célba ér, de itt mondanak olyan például, ha sikerül egy osztrák tartományban lévő magyar településre, vagy magyar lakta, vagy bármi, nem is kell, hogy magyar lakta legyen, felvenni a kapcsolatot, akár milyen vonalakban is egy hosszú távú kapcsolaton el lehet gondolkodni, hogy adományozási útvonalat kialakítani, akár tűzoltó készülék, akár tűzoltó. Kezdjük fel, hogy gondolok arra, ugye, hogy a tűntőkamra is például Németországba került hozzá. Tehát van ennek az egy hozadéka, csak ápolni kell. Tehát ezt ki kell alakítani, ez az a legnagyobb feladat, ennek az ápolása szintén. Nem mondom azt, hogy ez majd nem jár költségekkel, tehát ezt is majd a bizottságoknak figyelembe kell venni, amikor a pályázatot kialakítjuk. Jól át kell rágni a pályázatot, 85%-os támogatottság, 15% önerő, tehát azért vannak benne buktatók, tehát ezt szinte darabjára kell szedni és onnan felépíteni, de ez ugye a kapcsolatok felkutatás az első. Szándékot kell alakítani, hogy legyen kire, mire megérni a pályázatot. Úgyhogy ennek fog még neki a jövő hét folyamán, és már csökkentettem az adalékot is, az információt érzi, azt mondja, és közösen majd jelzem, ha olyan fázisba érünk, hogy a pénzügyi bizottságnak kell döntést hozni, akkor jelzem. Ha esetlegesen a szociális és kulturális bizottságra van szükség, akkor pedig, hogyha ezt közösen kell meghoznom, már a testület, ha ezt közösen kell megállítani, vagy erre készíteni, akkor állok elébe. Köszönöm a kérdést. Aki azzal egyetért akkor, hogy a testvértelepülési pályázat így módon beadásra kerüljön, természetesen a pénzügyi bizottság átvizsgálásával is, azt kérem akkor tartani is ehhez. Természetesen is megkapjuk majd még a javaslatokat. Jó, köszönöm. Nincs más neked, ugye Béla? Nincs. Nekem volt akkor még az egyedülben a szociális szövetkezet, amit mindenki írásban megkapott. Korábban tájékoztattam a testületet arról, hogy voltam ezen a meghallgatáson, ahol ez a szociális szövetkezet segítséget ajánlott el azon településeknek, akik gondolkodnak szociális szövetkezet megalakításán, létrehozásán. Nem tudom, hogy aki küldött anyaggal kapcsolatosan merültek-e fel kérdések. Elfogadhatónak vagy érdemesnek tartjátok-e őket arra, hogy egy testületülésre meghívásra kerüljenek, vagy akár nem testületülésre, hanem inkább egy ilyen kötetlen beszélgetésre, mert ne legyen egy szigorú keretek között lelőjött beszélgetésre. Jó, de hát ugye fölmerül a kérdés, hogy most mit érdemes kártét, vagy szociális szövetkezetet, mert mind a kettőnek van jó és rossz oldala. Mire ők jönnek, akkor valakivel át kellene beszélni azt, hogy akkor mi van, ha kártét csinálunk. És hogyha csak hónapokig beszélgetünk erről, hogy szociális szövetkezetet kártét, akkor ebben megint nem is. Nekünk azért van egy vállalásunk január 1-től, és mivel egyik látott, hogy két vállalat. Ezekre is tudnak választani. Tehát ezekre is tudnak választani, hogy egy KFT és egy szövetkezet hogyan tud egymással nagyon-nagyon jól működni. Vannak erre példák.
Jó, tehát aki azzal egyetért, hogy meghívásra kerüljenek egy netestületülés keretén belül, hanem egy követlen beszélgetéssel, azt kérem kartányos helyezze. Köszönöm, megállapítom, hogy elfogadta a testület, és akkor most végére értünk a dolgok. Én nem tudom, hogy két hónappal ezelőtt kerültem rá a testületbe, és akkor azt mondtam, nyíltam kamerák előtt, hogy lemondok a tiszteletdíjamról. Közben kiderült a munkálatok során, hogy sokkal több feladat van, mint gondoltam. Sokkal többet kell dolgozni, ezért a következő hónaptól a tiszteletdíjamat felveszem, ami elég lesz a közügyek telefonszámlájára és a benzinköltségére. Tehát a munkámat továbbra is ingyen adom. Ezt szerettem volna bejelenteni. Köszönöm. Ehhez igazándiból nincs semmi hozzáfűzni való, jelzi azt, hogy akkor. Én megkérdezném a képviselőt, hogy legyünk nagységesek. Akkor legyünk egységesek, tehát akkor a következő hónaptól én is úgymond a tiszteletdíjamat, telefon és egyéb költségeket fordítom majd. Lesz minden. Jó. Eddig is volt. Rendben, akkor én is azt mondom, megkérdezem. Tehát így mondom, egységes a testület. Így van. Ebben is. Jó, nagyon szépen megköszönöm. Igen, most az nagyon szépen megköszönöm a nyilvánosságnak is, és megjelent kedves vendégeinknek, hogy velük tartottak. Innentől kezdve a felkérés keretében fogunk folytatni a testületet.